Mindenkit nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk a Magyar Művészeti Kincstár a Szabad Egyetem nevében. Külön Pap Gábor művészettörténész. A mai alkalommal ez a csodálatos könyv bemutatása fog megtörténni, és egy előadás ezzel kapcsolatosan. Parazitus színrelé Bornemisza Péter magyar elektrájának, és illetve mindhárom elektra benne van a könyvben, de ezt majd a Gábor az előadás közben el fogja mondani. Egy nagyon fontos mű, és egy nagyon kritikus történelmi időben születik, ugye 1558. És hát a magyar történelem is eléggé bonyolult etájt, meg hát a magyar kultúra történet szempontjából is egy nagyon jelentős munkáról van szó. Ez lenne a mai előadás. A mai előadásnak a házigazdája, Kondrica Albert, nagyon nagy tisztelettel köszönjük, hogy lehetővé tette, hogy ez a mai este létrejöhessen. Igen, öt tapsa. Igen. Elnézést, de még Németh Ferenc is, aki pedig szellemi erőkkel és egy meglepetéssel fog most majd mindjárt a színre lépni. Akkor kénytelen vagyok magam bemutatni magamat. Mindenesetre az előttem szóló Rajnai Miklós volt. Tehát, hogy én is most már valami hasznosat cselekedjem. És hát én ilyenkor, ha nem is mindig, de azért általában el szoktam mondani, hogy nem, vagy megkérdezem legalábbis, hogy nem tudom, tudja-e ez a társaság, hogy milyen nagy dolgoknak a részese. Tehát úgy időnként nem állt figyelmeztetni. Ami itt történik, már nem tudom, hogy hány éve, most már évtizedekben számoljuk, az egészen rendkívül magas szintű dolog. Tehát itt most én nem személy szerint dicsérek valakit, itt most ezt a közösséget próbálom a helyére zökkenteni. Ha valaki egy kicsit elkeseredettebb, mert az élet nem úgy használ neki, ahogy ő azt elvárná, azért nem állt, ha tudja, hogy ez a közösség, ez egy megtartó erő, és ez egy óriási erő. Na most mi ebben az igazi erő? Az, hogy nem külső segítséggel, hanem egy belülről mozgósított, jó szándékból fakadóan tudja önmagát működtetni. Ezzel példát ad annak a sok síránkozónak, aki jelenleg mindig a körülményekre hivatkozik, a körülmények tényleg nem ideálisak, mindannyian tudjuk. De ezen nem síránkozni kell, hanem megtalálni azt a lehetőséget, ahol mi egymást segítve a legsanyarúbb körülmények között is életben tudunk maradni, és azt a műveltséget, ami a szó szoros értelemben páratlan a világon, azt éltetni tudjuk tovább. Most miért kellett ezt most ebből az alkalomból is egy kicsit feleleveníteni, mert nem először mondom én el ezt, csak legfeljebb nem ennyire drámai hangsúlyozással. Hát azért, mert egy olyan drámáról lesz ma szó elsősorban, mert ugye három mű jelenik meg ebben a könyvecskében. Hát ebből csak kettő az elektra téma, azért azt a harmadikat hadd javítsam ki rögtön, az nem elektra téma, ez a komédia Balassi Menyhárt árultatásáról, de ugyanebben a korban született. És feltételezhetően ezt is Bornemisza Péter írta, de ez egyelőre csak kérdőjeles azonosítás. Tehát miért éppen most és ennek az apropójából említettem az előbbi néhány hét, tehát pontosan a tényanyagot? Azért, mert nagyon hasonló a korunk ehhez a korhoz. Tehát a 16. század második felében járunk, elmondta Rajnai Miklós barátunk, az évszámot is 1558-ban született ez a mű, és hát azt gondolom nem kell hosszabban ecsetelni, hogy mi történt itt 1541-ben, tehát mi után történt ez, ugye 17 évvel. Buda elesett, az ország három része szakadt. Na most, aki Trianon évében nem érzi, hogy nem Trianon volt a magyarság legnagyobb tragédiája. 1541 volt. Mert Trianonban a magyarság már lelkileg föl volt készülve arra, hogy igenis föl lehet darabolni, igenis iszonyatos igazságtalanságokat el lehet követni ellenünk büntetlenül. Soha senki nem fog érte bocsánatot kérni, és mégis élünk. Nem tudom, értető. Tehát
ami Trianonban ért bennünket, az tényleg egyszerűen földre vert az emberek. Hát az én rokonságomban is van olyan, aki egyszerűen nem tudott utána talpra állni. Pedig ő bent élt, kun volt, tehát semmiféle olyan területhez nem fűzötte kapcsolatai, még rokoni kapcsolata is, vagy még baráti se, amit elszakítottak, és mégis olyan mértékben megrokkant, hogy utána már, hát nem tudom én, egy vagy két évvel már elhunyt, de már az utolsó éveiben nem volt teljes ember. Tehát olyan mértékben meg tudta viselni a magyarságot. Hát már aki egyáltalán érzékelte a magyarságát. Mert ugye jelenleg nem mindenki érzékeli, hát le vagyunk beszélve róla, hogy a magyarságunkat érzékeljük. Na minden esetre, ezt csak azért mondom, mert az a kor, amiben most vissza fogunk lépegetni, az az igazi hatalmas nagy megpróbáltatás. Tehát azt előtte soha nem élte át még a magyar nemzet, hogy őt föl lehet darabolni. Tehát azt az egységet, amit maga a Jóisten teremtett, a Kárpát-medencét, azt aljas és önző érdekekből föl lehet darabolni. És azokat a népeket, amelyek kezdettől fogva egymásra utaltságukban éltek itt, egy szakrális uralom keretében, azokat sikeresen egymás ellen lehet uszítani. És ilyen mértékben egy állatkerti ketreccé lehet alakítani a Kárpát-medencét. Tehát ez nem Trianonnak a sokkja, ez 1541-nek a sokkja. Szokták mondani, hogy de hát 1526 már ugye Mohács. Mohácsnál semmi nem veszett el. Ha valaki egyszer kézbe veszi Nemeskürti Istvánnak a könyvét, ez történt Mohács után, ez volt talán az első ilyen történeti feldolgozásai során, ami egy kicsit úgy meggondolkoztatta az embert, hogy mi miért 1526-ért síránkozunk. Semmi, két teljes hadsereg érintetlen volt, az egyik az ápolyája volt, a másik a horvát, akkori udén horvát báné volt, tehát érintetlen volt. Nyugodtan akár harapófogba foghatták volna a visszavonulóban lévő Szulejmánt, aki úgy pucolt ki innen az országból, miután kirabolta az útvonalon, amit csak el tudott érni, hát ahogy a lába bírta. Mert nagyon jól érzékelte, hogy itt ez nem volt egy végleges győzelem. Örült, hogy a zsákmánnyal együtt tudott hazavonulni. Tehát utána, ha egymásra talált volna a magyarságnak, az már akkor is egymás ellen uszított, nem magától támadt egymásra az egyik csoport meg a másik csoport, ma is uszítják naponta, percről percre. Tessék már végre egy kicsit a múltból tanulni is. Nem véletlen akarják elvenni a múltunkat. Mert ha a múltba egy kicsit mélyebben bele tudunk tekinteni, hát akkor bizony minden mai kérdésre látjuk, ott van a gyökere. Ott van. Tehát ott volt az első, az igazi nagy megpróbáltatás. Ha abból nem tanultok, akkor kapjátok a következő pofont. Jött is. Utána kapjátok a harmadik pofont, és akkor már nagyobb lesz a pofon, mert ott már nem csak arról van szó, hogy a jelenetek lesz szétosztva, hanem egyszerűen fokozatosan elrabolják a múltatokat is. Tehát először a nyelvünket, ugye, idegen, részben onnan érkezett, részben itten Kárpát-medencei idegenek, egyszerűen kölcsönzött nyelvtöredékekből állítgatják össze a nyelvünket. Nem tudom, észrevettük-e, ez mai napig is tananyag. Na most a kölcsönzés, nagyon jól tudjuk, hogy milyen szakmának a szakkifejezése. A bankároké. Igen ám, de a kölcsönért kamatot kell fizetni. Kikkel fizettetik meg a kamatot? A gyermekeinkkel, unokáinkkal, akik már ezzel az elmélettel megfertőzve kapják a nyelvtörténetünket. Na most, akitől a nyelvét elveszik, annak magától hull szét a történelme. Tehát második menetben természetesen huntalanították a magyar történelmet. Minden alap nélkül, hozzáteszem, mint ahogy a nyelvészeti torzítás sem nyelvészeti eszközökkel történt, hanem a kettőt összehangolva. Tehát annak az alapján lettünk mi kölcsönzők, mert történetünket torzították olyanná, hogy az első magyar 895-ben, később már 896-ban érkezett be a Kárpát-medencébe, ami úgy hazugság, ahogy most kimondtam, és hogy egy makogó népség volt, akit úgy vertek be ide, nem tudom érthető-e,
és aki egy szószegény, semmiféle kulturális javadalomra nem képes szóállománnyal jött be, tehát mindent, ami egy magasabb rendű műveltségre utal a nyelvünkben, mi kölcsönöztünk, nem tudom érthető, de erre semmiféle nyelvészeti alap nincsen, amit el lehetne fogadni. Tehát magának a nyelvészetnek a keretében. Ez egy torz történelem átvetítése a nyelvészet történet területére. Nem tudom, hogy követhető-e, mert megpróbálom nagyon, ne felejtsük el nekem a másik szakmám, tehát szakterületem, az a magyar irodalom, nyelvészet, finnugrisztika, tehát ez egyetlen csomagban. Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember úgy hallott valamit, és akkor abból improvizál, hanem arról, hogy az egyetem első évétől kezdve ezt a teljesen áttekinthetően hamis. Nem így van, hogy nehéz észrevenni. Hazudnak, és figyelnek bennünket. És akin látszik, hogy nem veszi be, azt az első vizsgán kibuktatják. De hát már az első felvételin már tesztelnek. Tehát akinek önálló véleményem, és azt mondja, hogy lehetetlen, tehát ez olyan mértékben torz történelemkép, hogy ez két pillanatig nem lehet elfogadni. És ez nem kell nyelvésznek lenni, hogy ezeket észrevegyük. Az már egyszerűen nem kerül be az egyetemre. Tehát egy teljesen egyértelmű válogatásról van szó, ezt nevezzük idegen szóval, hogyan? Kontraszelekció. Ennyit erről. És jelenleg ez adja a vélemény formáló. Tehát azt, hogy mit kell nekem tudni, mit kell ő neki tudni, hogyha úgy gondolja, hogy érvényesülni akarna a társadalomban. Miért kell ezt elmondanom? Azért, mert mindennek ott van a gyökere a 16. század második felében. Tehát az, amit a továbbiakban részletezni szeretnék, hát most ilyenkor nagyon gazdag a téma, és ez azt jelenti, hogy kénytelen az ember, hát elég vastag is a könyv, gondolom, hogy érzékeljük, azért kénytelen az ember egy nagyon szigorú vezérfonalat megrajzolni. Az első ilyen kis témaegységünk az, hogy ez egy sorozatban jelenik meg ez a könyv. Na most nem tudom, hogy eljutottak-e idáig, legalább hírek formájában ennek a sorozatnak az előző kötetei. Tehát ez most, ahogy számolom, ez a 7. kötete egy olyan sorozatnak, ami a magyar irodalom történetét egy egységes keretben tárgyalja. Ez a keret pedig az eredeti fogalmazásban, tehát ami az első köteteknek így nem is a gerincén, de itt fölül megfogalmazódott. A magyar irodalom remek gyöngyszemei, így van, köszönöm. Na, tehát azért olvassák. De legalább a címlapig eljutott, tehát ezt már lehet. Ez már díjazandó, mert általában ez úgy van, megvettem, ezzel én most befejeztem a magyar irodalom támogatását föl könyvespolcra, és ott ezeknek elég szép a gerincük, tehát nagyon jó mutatnak ugye egymás mellett. Na, tehát minden esetre ekkor még ez volt a címe, tehát a magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi keretben. Tehát ez a keret, ez mindig egy olyan tágabb, tehát ha én egy mikrokozmikus egységnek tekintem az embert, már pedig hát az ókor óta folyamatosan annak tekintjük, akkor ezt a mikro, tehát kicsi kozmikus keretet kitágítja egy makrokozmikus keretbe, és ebben szemléli a cselekvéseket, ha ezt egyáltalán lehet tenni. Na most, miután itt a 7. kötetnél tartunk, a következők, tehát hogy most kortörténetben nyilvánvalóan ez az első. Tehát majd látjuk a további névsorból, tehát ez az 1558-as első megjelenésű a Magyar Elektra, ezzel indul a magyar irodalomtörténetnek ez a vonulata. És akkor az ember úgy körülnéz ebben a században, tehát a 16. században, és azt mondja, hogy ez egy teljesen döbbenetes dolog. Hát itt a legteljesebb sokk közegében, tehát amikor átéli egy nemzet, amit soha az addigi történetében nem élt át, tehát teljesen szokatlan a dolog, és ugyanakkor három olyan remek mű születik, amelyek mind a három ebben a csillagmítoszi keretben fogalmazódik. Hozzáteszem, mai napig egyiket se elemezték ebben a keretben. Holott teljesen áttekinthető, jól érzékelhető ez a keret. Majd ezeket részletezzük, tehát most ne rögtön az első mondatoknál várjuk a részletezést, de be fog következni. Tehát vetíteni is fogom. Na most,
Tehát a másik ilyen, ugyanez, ezek kortársak, de a szó szoros értelmében is kortársak. A másikat úgy hívják, hogy Gergely Albert. Őt általában Gyergyai Albertként tanultuk még mi annak idején, de a helyes ejtés az Gergely. Tehát ez egyértelmű, egyébként ez a Görgei családnak a korábbi lejegyzése, tehát amikor ő helyett E-vel jelölték a magánhangzóját. Tehát ez egy felvidéki család. Na most ő neki a Árgyilus királyfiról szóló Szép Históriája ugyanebben az időben keletkezett. Na most ez a Szép História a legtökéletesebben adja ugyanezt a rendszert. Mondom sem kell, nem ilyen rendszerben elemezgették eddig. Abban az összefüggésben szokták emlegetni, ha egyáltalán szóba kerül, hogy Vörösmarty Mihály a Csongor és Tündét erre alapozva, ennek a cselekmény anyagára alapozva állította össze, írta meg, és pontosan tudjuk még azt is, hogy hanyadik kiadásból dolgozott. Mert ezt nagyon sok kiadásban jelentették, mert ez egy rendkívül népszerű, Szép História volt. Ez volt a második személyünk, Gergely Albert, és ugyanakkor harmadiknak megint egy később is feldolgozott műnek a szerzője, őt pedig Ilosvai Sejmes Péternek hívták. Ez mind a három egészen szorosan kortárs volt. És az a bizonyos toldi történet, amiből meg Arany János dolgozott. Tehát tudjuk, hogy a mottói a toldinak, de aztán később még a másik két részének is, tehát a toldi estének, amit előbb írt meg, mint a toldi szerelmét, de a toldi szerelmében is mindenütt ott vannak az ilosvai mottók. Nem volt könnyű egyébként, mert a toldi szerelme, hát tudjuk, az egy óriási mű, tehát mégis úgy szerezni a ilosvai műből, hogy azért mindegyik a helyére is kerüljön, és tökéletesen kidolgozott rendszer. Még azt is ki lehetett számítani, hogy hány versszakot írtak bele később, és mennyi maradt ki belőle. Tudnélik, versfőkből gyönyörűen ki lehetett olvasni egy latin megjelölést, tehát a saját nevét, ugye innen tudjuk, hogy Ilosvai Sejmes Péter volt. Másik pedig, hogy miután Ilosvai Pétert írt csak bele a versfőkbe. Most ezt nem részletezve, ez az, amit egy nemzet, amikor a legnagyobb tragédiát, eddigi történetében legnagyobb tragédiát átéli, akkor ezt a hármat fölmutatja. Na most ugyanez akkor, amikor megjelennek a festett kazettás mennyezeteink. Tehát ez meg a magyar művelődés történetnek az egyik fővonulata, amiről meg senki nem beszél. Tehát ennek a legtöbb emléke az a református egyház keretében fogalmazódott, kihallgat róla a legelszántabban a református egyház. Ennyit erről. A maradék részben az unitáriusok még aránylag többet nyilatkoznak róla, vagy talán még tartalmasabban is, és hát katolikus templomokban is van. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy ez nem volt katolikus templomokban is, csak ott a gazdagabb, tehát több pénzből megvalósítható boltozatos templomokat, elsősorban már a barokkorban építették, tehát ez egy viszonylag kevés pénzből, viszont rendkívül mély és nagyon magas szintű tudással. Most ez ellentmondásnak látszik, pedig pontosan ez a mélység és a magasság jelző, hogy micsoda tóligon belül tudott gazdálkodni egy magyar művelődéssel a kazettás mennyezetek művészete. Tehát ezt mutatja föl a tragédia első fél évszázadában a magyar. És az ember úgy eltöprenk, hogy és Trianon után, tehát hogy nem képzeljük talán, hogy kimerült a magyar műveltség. Tehát, hogy nem tudtak volna-e valakik lefolytják a magyar műveltséget. Mert itt van köztünk, itt van most is. Tehát én alig győzöm arra meggyőzni a jelenlévőket egy-egy ilyen előadáson, hogy higgyék el már, hogy mennyi mindent tudnak. Higgyék, nem hiszik el saját maguknak. Tehát az legutóbb megjelent, vagy pontosabban már ez után megjelent még egy könyvem, az a Három magyar szentbeszéd címet visel, ez három nagy népmesének az elemzése. És abban a harmadik elemzésnél én egy fiktív, de jelenlévő olvasóval beszélgetek. És az volt a legdöbbenetesebb, hogy miután én tudom, hogy ő mit mondana egy mondatomra.
Hát mindjárt az első mondatok az úgy így hangzanak, hogy akkor próbáljuk megtalálni, hogy hol indul a mese ebben a csillagmítosz rendszerben. És ez a fiktív néző, hát akit én találtam ki, tehát ő ül ott az asztal túloldalán, de hát nincs jelen, ugyanakkor kapásból válaszol, hogy hát természetesen a vízöntőből. És akkor én visszakérdezek, hangsúlyozom, nincs jelen, mégis jelen van a szellemiségével. Én visszakérdezek, hogy miből gondolja. Na, mit tetszik gondolni, mit válaszol? Mert ő most önöket is képviseli. Tehát ő az olvasó. Mit válaszol? Azt mondja, azért, mert magának ez a mániája. Nem tudom, érthető. Tehát, hogy értsük, az első reagálás nyilván az, hogy hát megpróbálok valahogy humorabban oldani, mert nem bízom a saját tudásomban. És kiderül a beszélgetésből, hogy ez az olvasó, ez bizonyos dolgokban többet tud, mint a kérdező, tehát mint én, aki őt megszülöm, nem tudom, követhető-e. És bármennyire hihetetlen, én ebből a beszélgetésből tanultam tőle, ettől a fiktív beszélgető partnertől. Miért? Azért, mert én hiszek abban, és tapasztalat pedig ezt igazolja, hogy igenis rengeteg dolgot tudnak már, nagyon sok dolgot tudnak, csak jól kell kérdezni. Először is úgy, hogy a bizalma hát elinduljon. Tehát, hogy elhiggye, hogy én nem kiszedni akarom belőle, majd utána, mint jobban tudó megcáfolni, nem tudom, érthető, ez a jobban tudók feladata, hogy kiszedje belőle a legfontosabb kulturális értékeket, és utána valami olyan adat anyaggal nyomja agyon, amit az illető nyilvánvalóan nem tudhat, mert hát ő is direkt ebből a célból, tehát a cáfolás céljából szedegetett össze, nem tudom. Ezek ismerős tételek, hát én szinte naponta találkozom ezekkel. Na most, hogy ne nagyon húzzuk el ezt az első részt, bár ezek azt hiszem, hogy nem lényegtelen dolgok. Tehát a következő menete, miután itt három olyan szellemi terméket is találtunk, amit mai napig tulajdonképp emlegetünk. Hát emlegetjük Arany János révén Ilosvai Sejmes Péter Tódiát is, meg a Vörös Marti Csongor és Tündéje ürügyén emlegetjük mi a Szép Históriát is, tehát a Gergely Albertét. De hát tudunk róla, csak nem az érdeme szerint becsüljük. Na most azt várnánk, hogy akkor ez az 1500-as évek második fele, hogy 1600-as években pedig hát ez most folytatódik. Hát ne felejtsük, egy Zrínyi Miklós költ ebben az időben, és nem is kis, vannak kis költeménye is, de hát ott van a Szigeti Veszedelem. És akkor az ember megnézi, nyoma sincs ennek. Nyoma sincs. Most éppen Rajnai Miklós vendége voltam, hát ott van egy könyvtárám, na most ezt nem azért mondom, hogy megszálljuk őt, de hát az ember oda megy, levesz egy 17. század költője ez a címe a könyvnek. Belelapozok, és hát látja az ember, hogy tele van hát ismert nevekkel. Nyoma sincs ennek a gondolkodásnak. Utána 18. század, tehát 1700-as évek, egész a legvégéig nyoma sincs. Miért? Habsburg uralom, fölzárkóztatás, nem tudom érthető, de mihez, könnyű, mihez? Utána az ember megnézi, hogy ugyanakkor mi történik tőlünk nyugatra, és később időkben, amikor már keleten is a irodalom elkezd bontakozni, mi történik tőlünk keletre? Nyoma sincs ennek a gondolkodásmódnak. Holott ennek rendkívül fontos szerepe van, ezt most már a sorozatnak a fő címe fölé már azt a József Attila sort szedtük be, hogy tudnélék, a mindenséggel mérd magad. Na most miért? Tehát tudjuk, ez a József Attila arcpoétikájának az egyik sora. Na most miért? Azért, mert különben nem értik meg, miért jó ebben a bizonyos csillagmitoszi keretben tárgyalni irodalmi műveket. Azért, mert az emberek általában a hétköznapokban keresik a bajaik okát, és azt, hogy hogyan hárítsák el ezeket a bajokat. Nem fogják megtalálni. Miért? Mert aki okozza, az mindig zárt rendszereket épít köröttünk. Majd látni fogjuk, hogy miért. Ennek oka van. Tehát oldalirányban soha nem találjuk meg egyetlen mai valódi problémánknak az okát sem, a kibontakozás irányát meg végképp nem. Tehát mi legfőjebb fölülről tudnánk, de ott meg bebetonozza egy erre kiképzett, hát most nem akarok
érzékenységeket se sérteni, de hát mondjuk lélekvezetésre kitanított szervezet. Na, ennyit erről. Tehát bizony betonozzák az eget fölöttünk. Mert tudják, hogy ha az nyitva van, akkor mindig ki tudunk jönni. Nem véletlen, hogy ez a bizonyos bebetonozás is a 16. század második felében kezdődött. Ez volt a retro mozgalmaknak az ideje. Két ilyen retro mozgalmat tartunk nyilván, melyik az a kettő? Egyik a reneszánsz, tehát az újjászületés, másik pedig a reformáció, az újjáalakítás. Na most, ha azt mondom, hogy retro, akkor abban a pillanatban érzékelik, hogy azért ez nem biztos, hogy előre vitt. És nagyon meg kellene nézni, mert ha ennyire közös a meghatározás, és pont a kezdetén a szónak, ami a magyar nyelven mindig a meghatározó eleme a szóalkotásnak, akkor azt kell higgyük, hogy itt nagyon fontosnak kell tekintenünk ezt. Na most, Bornemisza Péter művének a megértéséhez és a környezetének a megrajzolásához alapvető kérdésről van itt szó. Tehát mi, hát és rögtön lehet érzékelni, hogy a reformáció esetében nyilvánvalóan ez a fölfelé történő, ugye veled betonozni az eget azzal is, hogy én műbalhét csinálok, azzal, hogy összeveszítek két vallás alakulatot, vagy két vallás irányzatot. És akkor ezzel foglalkozik a szerencsétlen magyar hívő ember, és nem pedig azzal, hogy az egyenes utat megtalálja fölfelé, ahonnan kaphatná segítséget. Tehát ez a vallásháború kora. Na most, ebben a korban a másik re, azt tudjuk, hogy egy görög-római műveltségnek a felidézése. Ez a reneszánsz, rinascimento. Tehát ez az újjászületésnek a kora. Na most mit elevenítettek föl? Tehát itt, ha én 1558-at tekintem most a kiinduló pontunknak, akkor csak szépen menjünk vissza egy jó századot, az 1453-ig. Hát alig kell egy századnál tovább visszamenni. És akkor mi történik? Bizánc elesett. És Bizáncból már áramlik be ide az, amiről nekem itt el kell hinnem, hogy ez a hiteles görög műveltség. Nem tudom, érthető. Tehát nem arról van szó, hogy beérkezik a hiteles görög műveltség, hanem nekem el kell hinnem, hogy ez a hiteles görög műveltség. Manapság már egyre másra derül ki ezekről, de nem tegnap óta, hanem az 1800-as évek második felétől folyamatosan, és folyamatosan elhallgatják, hogy ezeknek egy jelentős része reneszánszban született hamisítvány. Nem tudom, érthető. Tehát én még vizsgáztam, miután mi latinból érettségiztünk annak idején, tehát elvileg nekem Tacitusból kellett volna, mert hogy jeles az Tacitus a legnehezebb. Na. De a Svetonius a legkönnyebb. Na most jött az elnök, megkeverte a dolgokat, és ezért Svetoniust kaptam. És az ember szinte föltűnik, miközben hát kapásból fordítja, hogy ez nem létezik, hát ez egy iskolás mű. Tehát hát ahhoz képest, ami egy történetírónak a saját korában, saját nyelvén született műve, hát ahhoz képest egy rendkívül primitív latinsággal íródik. Tehát, mint hogyha ezt a tanárnéni írta volna, hogy legyen a gyengébb tanulóknak is egy aránylag jól fordítható dolga. De ez nem tegnapi fölismerés, csak hogy érthető legyen. 1800-as évek második felében egy bázeli professzor ezt tökéletesen már leírja, indokolással együtt. Senki soha nem cáfolta, egyszerűen így átlépnek rajta, mintha semmi nem történt volna. És azóta folyamatosan történnek az ilyen, hát hogy mondjam csak, enyhén szólva hiteltelenítések. Tehát kapunk az egyik oldalon is, a másik oldalon is egy csinált műveltséget. Tehát egy olyan csinált műveltséget, ami szépen folyamatosan rácsúsztatható az igazira, és onnantól kezdve már csak ezt tanítjuk. Nem tudom, fölismerjük-e. Ez ugyanaz, ami aztán 1849 után a magyar nyelv történetben történik. Hogy én csinálok egy ilyen telecsillagozott nyelvtörténetet, a csillag mindig azt jelenti, hogy ez egy feltételezett állapota a nyelvnek, tehát az a szó, az sehol nem mutatható ki, de én kikövetkeztettem az előzményekből, meg a következményekből.
Tehát egy ilyenfajta összeállítás, ráfektetik a valódi nyelvünkre, és közlik, hogy ami a kettő között nem stimmel, hát azt átvettük, ugye kölcsönöztük. Most ugyanezt történik a műveltségben 1500-as évek második felétől. Na most, és kik, és hol csinálják ezt? Hát a reneszánsz, azt tudjuk, a Medici udvarban születik. Tehát az, ami irodalomban, ami képzőművészetben ennek a javát jelenti, tehát máshol is készült, de nehogy azt higgyük, hogy csak ott, de ez a bankház az, amelyik szépen, gondolom, hogy felismertük, bankházról beszéltem. Szépen begyűjti ezt a szellemi tőkét, kiválasztja, hogy kik azok, akik még gondolkoznak is. Itt van a helyük. Miért? Mert itt lehet őket leszoktatni a gondolkodásról. Illetve rászorítani, hogy az én érdekeimnek megfelelően gondolkozzanak. És így születik meg az a reneszánsz, amit mi minden tekintetben példaszerűnek tanulunk. Én ahogy bekerültem az egyetemre, ez 57-ben történt, egy teljes éven keresztül csak a reneszánszt tanította a tanszékvezető. És az ember nem értette, hogy már 25. Niemannnál tartottunk, tudjuk mi a Niemann, tehát és még mindig csak adat be, és akkor tudtuk, hogy mi nem fogunk tudni kimenni. Hát 57 után senkit nem engedtek ki, hogy kimenjen most Firenzébe, meg kellett tanulni, hogy melyik képtárban van. Még azt is visszakérdezte a vizsgán, hogy ha bemenne a kollega, ez most én vagyok a vizsgázó, akkor a bal oldalt fogja megtalálni, vagy jobb oldalt. Nem hiszik el nekem. Tehát elképesztő, hogy mi történt. És közben érezte az ember, de hát ennek semmi súlya nincsen. És hát ne haragudj, a világ, én magyar vagyok. Most miért érdekeljen engem, hogy az a 27. Niemann, akinek meg kell tanulni az évszámait, meg kell tanulni, hogy hol született, miért nevezték, mert általában ezeket gúnyneveiken, vagy beceneveiken nevezték, miért nevezték úgy, miért kell ezt megtanulni, miért? És közben az egész történelmünk, egyetlen egy órát se hallottunk a kazettás mennyezetekről, amiből tízezres nagyságrendben van még ma is. Nem tudom, érthető. Semmit nem hallottunk, egy hangot nem hallottunk. És aztán most sorolhatnál, például a Szent Koronáról sem. Tehát ami meg a műveltségnek az egyik fő, hát mondjam, tájékozódási pontja. Na most nem tovább részletezve a dolgokat, tehát ahogy ez a két évszázad eltelik, tehát az 1600-as évek, 1700-as évek, ez a legdurvább felzárkóztatási kísérlet Habsburg részről. Tehát azt jelenti, hogy a legkiválóbb elmék is egyszerűen nem tudnak eljutni a saját forrásokig. És ez egészen karikatúra szerűvé válik, hiszen még az 1800-as évek elején még egy olyan költőnk, tehát egy Csokonai Vitéz Mihály, aki pedig nagyon tájékozódott a népi műveltség irányában, meg hát a saját műveltségünkért, tehát a történeti műveltség irányában is, még abban a drámájában, amit hála Istennek soha nem adtak elő, nem is fejezte be, ez a Méla Tempe fői címet viseli, és abban viszont egy olyan, hát elég hosszadalmas párbeszédről van szó, hát ahol már Ilosvainak a toldia negatív példaként szerepel, nem tudom, érthető. Tehát, hogy ennyire el lehetett sodorni a gondolkodó főket attól, hogy észrevegyék a valódi kincseket. És ő bizony ezt negatív és meggyőződéssel. Na most, visszatérve a történelembe, a reformkor hajnalán, tulajdonképpen még valódi értelemben nem, tehát a történeti értelme nem indul el, és már megjelenik Fazekas Mihálynak a Ludas Matyia. És teljes kiforrottságban ott van ez a rendszer. Tehát azt jelenti, hogy nehogy már abból induljunk ki, hogy ma hányan ismerik ezt. Mert a fű alatt nyugodtan tovább tud menni. Tehát bízunk már saját magunkban. Tehát lehetetlen lenne, ha ez nem ment volna. Tehát Fazekasot tudjuk, hogy ő aztán éppen nem volt fölzárkóztatva. Tehát ő tényleg csak saját forrásból merített, és tényleg a legnemesebb forrásokból, és teljesen hibátlanul, gyönyörűen kirajzolódik tanulságaival együtt. Ez a bizonyos csillagmítoszi rendszer. És itt már lehet érezni, hogy nem véletlenül alkalmazzuk ezt, hanem azért alkalmazzuk, hogy döbbenjetek rá, hogy az összes problémátok, tehát itt beleértve a magánéleti problémákat is, meg a nemzet életét érintő problémákat, csak akkor oldható meg, ha tisztán látjátok, hogy miről van szó. Ahhoz meg kell emelni a szempontot.
Tehát ha nem tudjátok megemelni a szempontot, akkor a magánéletetek is tönkre fog menni. Mert hibázni hibázik, persze, az egyén is hibázik, nemzet is tud hibázni, tehát ez belefér abba, hogy milyen emberek vagyunk a Földön, de minél jobban beleragadunk magának a problémának a közegébe, tehát abba a síkba, annál kevesebb esélyünk lesz, hogy megtaláljuk a javulás módját. Tehát tessék megemelkedni. Na most erre szolgál tulajdonképpen az irodalomnak a nemes fővonulata. Na de hát ahol már ez nincs jelen, az egész úgynevezett periféria, tehát ezt én nevezem egyébként perifériának, nem hiszem, hogy örül neki akár egy német, akár egy francia, akár egy angol, ez egy periféria. Tehát Európa központját én nem tudom kihelyezni Németországba, vagy Angliába, vagy Franciaországba, az itt van a Kárpát-medencében. Hát ehhez már nem kell nagyon nagy tudásnak se lenni, tessék elővenni egy térképet. Tehát minden esetre ehhez képest bizony periféria. A német nyelvterület periféria, a latin utód népeknek a nyelvterülete, ezen nincs semmi szégyenkezni való, más a szerepük, teljesen más a gondolkodásmódjuk. És ha én ahhoz föl akarom zárkóztatni a magyarságot, aminek meg egy mag szerepe van, akkor az olyan, mintha egy diót fölzárkóztatok a dióhéjához. Na hát akkor tessék megenni. Vagy egy tojást fölzárkóztatok a héjához. Tehát abban hogy lesz csirke? Tehát ha egy élő magot, vagy gondoljunk egy sejtmagra. Tehát tulajdonképpen mi történik itt, majd most mindjárt látjuk a részleteket, hogy mi történik itt tulajdonképpen 1541-ben. A központból perifériára sodrunk, és majd mindjárt látjuk nem csak egy nemzetet, hanem magát a Földet is. Na most ezt majd mindjárt részletezni fogjuk. Tehát egy olyan sűrűtett, milyen évszámokban kifejezhető, hát most pont nem szaporítom, ez galátság, mert ez tényleg az, méghozzá tudatosan létrehozott galátság történik, aminek a mai napig isszuk a levét. Semmiféle lényegi változás azóta nem történt. De mielőtt oda elérünk, felsorolom, hogy ez a bizonyos teljességre való törekvés, tehát a mindenséggel mérd magad szemlélet, ez melyik művekben tudott úgy megfogalmazódni, hogy már ebben a sorozatban az elemzés is megjelent. Tehát már megjelent kötetekre hivatkozom. Tehát a következő, a Fazekas Mihály után, az Katona József. És itt ne felejtsük, itt legfeljebb évtized telik el. Tehát annyira gyorsan látszik, hogy földgyülem lett egy olyan bölcsesség, amíg eddig nem tudott megszólalni. És abban a pillanatban, hogy a reformkorral, hát ugye adva van a reformkornak már az indulása után közvetlenül, egy őrült uralkodónk. Hát ezért ma se kell messzire menni, de a lényeg az, hogy tudjuk, 5. Ferdinánd. Tehát komplett őrült. És ez azt jelenti, hogy lazul az ellenőrzés. Tehát az a fajta agresszivitás, ami még tudom, egy első Lipót óta folyamatosan változó intenzitással, de végig jelen van, hogy ahol magyar gyanított, abban a pillanatban oda tapos. Aztán utána elhúzza a lábát, és utána oda telepít németet. Vagy oda telepít Tótot. Vagy oda telepít bármi legyen, csak nem magyar. Tehát teljesen nyilvánvalóan Trianon nem egy perc alatt jött létre. Tehát ezt elő kellett készíteni, és módszeresen szépen, ha erre a szép jelzőt lehet használni, készítették elő. Tehát ezóta, a 16. század második fele óta semmi más tulajdonképpen nem történik a Kárpát-medencében, mint Trianon előkészítése. És ezt most nem hőzöngve kell mondani, meg nem síránkozva kell mondani, tessék tudomásul venni, ez történik. És ebből nem az a tanulság, hogy milyen aljasok, hanem az, hogy mégis élünk, nem tudom, értető. Tehát a magyart nem lehet olyan könnyen elfolytani. Miért? Mert óriásiak a tartalékaink. De óriásiak, és ráadásul megújulóak. Tehát na, a továbbiakban már inkább ezekről lesz szó. Mindenesetre szaladjunk végig tovább a névsoron. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde. Tehát ugye a Katona József bánkbánya, hát ezzel kezdtem, mert az ordítja, hogy egy ilyen rendszerben fogalmazódott. Tehát egyszerűen mi már játszottuk le annak egy felvonását, tehát a bánkbánnak egy felvonását, amit mindenki nemzeti sérelmek drámájának vesz. Nem az. Ugyanilyen típusú sérelmei lehetnek a csenek is. Lehetnek, mit mondjak hirtelen, a mongolnak is. Lehet az ujgurnak meg aztán éppen ma. Tehát ez egyáltalán nem egyetlen nemzetnek a sérelme. És ugyanazok az alapvető okok. És ugyanazok a módszerek, amelyekkel megaláznak egy nemzetet. Egyetlen dolog hiányzik ezekből a többi
hogy mondjam, milyen megalázás sorozatból, az az utolsó felvonás. Tehát az ötödik felvonása a bánk, az micsoda? Az ingyen kegyelemnek a gyakorlása. Na most nem tudom, tudják-e, hogy a legutóbbi előadása a bánkbánnak, ha jól emlékszem, ez Szegeden volt, de erre most nem esküszöm. Nem én láttam, legjobb barátaink egyike látta. Pécsen is volt, is. De aki látta, az a Grácz Anti volt egyébként. Igen. Tehát a lényeg az, hogy egy vidéki, és egy nagyon jó színházban, tehát egy olyanban, ami azért el tudják játszani. És az ötödik felvonást lehagyták róla. Ne ismerjük meg a legfontosabb tulajdonságát a magyarságnak, hogy tud élni az ingyen kegyelemmel. Ez a legmagasabb szintű emberi tulajdonság. Tehát amikor úgy tudok adni, hogy semmit nem kérek vissza. És a legnagyobb áldozatot hozza a magyar király, mint szakrális uralkodó, azt az áldozat, mikor a legnagyobb veszteség éri. Tehát a feleségét, akit ő szeret. Hát most bármilyen aljas a felesége, de hát ő szereti. Tehát neki ez a legnagyobb értéke. És még figyelmeztetik is rá, még ott hogy hívják, előtt is, tehát a koporsónak a tövében is. És mégiscsak ingyen kegyelmet gyakorol. Nem tudom, értető-e. Szóval ennél magasabb szintű emberi megnyilvánulás egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát ez az a krisztusi magatartás, amikor a kereszten van, és hát akkor szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy. Le tudna szállni? Persze, hogy le, és kipofozna az illetőt, de a Kárpát-medencéből, vagy az egész világból is. Nem. Miért? Mert akkor az ingyen kegyelem nem tud megvalósulni. Tehát maga a megváltás történet nem tud kiteljesedni. Tehát ennek képviselője nemzet szintjén az emberiségben kezdettől fogva a magyarság. Tetszik, nem tetszik. Ha nem tetszik, akkor is. Akkor tessék elmenni Németbe, vendégmunkásnak kicsit jobban fog élni egy darabig, amikor rájönnek, hogy milyen szemétláda, akkor ott is bele fognak rúgni, már most kezdik is. De mindegy, hát ha úgy gondolja, hogy az egyéni szempont az egyedüli, a nemzet meg hát le van, hogy mondjam, sajnálva, hát akkor tegye. Tehát senki nem mondja, hogy ne. Tegyed. Le se lejtezőttél, kész, ennyit erről. De akkor most tegyed. Mert mikor már nagyon kiéleződnek a dolgok, akkor már ne állj be a sorfalunkba, és ne akkor ugorj ki, mikor már rúgják a szabadrúgást. Tehát akkor inkább most tűnj el. Na mindegy, ezt senki ne vegyi személyes kedésnek. Na mindegy, tehát Vörös Marti, Katona Józsefen túl van, Vörös Marti Csongor, és Petőfi Sándor, János Vitéz. Ugyanez a rendszer egy egészen érdekes áttételezéssel, mert ott a Taró volt az, aminek a rendszer, ami szintén ezen a csillagmítoszi rendszeren alapul. Tehát az annak az áttételén át. Aztán Arany János. Tehát a legtökéletesebb, 12 ének a legtökéletesebben, ez majdnem szájunkba rágva a 12 állatövi egynek a tulajdonságrendszere. És rengeteg dologra rávilágít. Tehát amikor az anyával való találkozás, már ne megyem magára, tehát az anyával való találkozás az oroszlán jegyében van, és nem érti meg az ember, hogy miért, hát annak a rák jegyében kellett. És a rák jegyében mit csinál? Egy családot széttapos. Milyen családot? Farkas családot. Érthető? Tehát lehet látni, hogy itt a család, ami a rák tulajdonságrendszeréhez tartozik, az támadóvá vált, és ezt egy arany, ha tudatosan, ha nem, de nevén nevezi. Farkassá vált a családképlet. Nem tudom, érthető. Tulajdonképpen már a 13. század legvége óta, de a 16. század végétől definitív módon. Családi mafiák martaléka az emberiség. Mindegyik családi mafia. Tehát a Medici, amelyik fölfalja az összes riválist, az lesz az Alpoktól délre, az Alpoktól északra a Fuggerek. És mai napig ez a folyamat játszódik. Semmiféle megszakítása nincsen. Csak egyre arcátlanabb lesz, egyre egyetemesebb lesz ez a hatása. Tehát semmiféle lényegi változás nem történik. Most nem tudom, hogy kell-e tovább részleteznem a dolgot, mert azért ne felejtsük el, hogy a reformáció miért indult el, tehát mi volt a közvetlen kiváltó oka. Mert a Medici bankház az egyik csemetéjét beültette a pápai székbe. Kivel szemben? Magyar jelölttel szemben. Utolsó esélye volt a világnak, a katolikus világnak, mert akkor már ugye meg volt osztva.
Tehát annak, hogy valamiben, ami egy magasabb rendű műveltség részesüljön. Nem. Egy bankárfi. Mi volt az első tette? Búcsúcédulákat átdobta a pokon. És mit csinálta a Fugger Bank? Szétetetete, ne, gyerekek, hát nem erről volt szó. Hát arról volt szó, hogy az Alpoktól északra mikaszálunk. Alpoktól délre tikaszáltok. Most meg árad a pénz az Alpokon keresztül délre. Hát hogy képzelitek ti azt? Most mit tud erre egy bankár csinálni? Fugger, ne haragudjon, Fugger úr. Mit tud csinálni? Leválasztja az északi népeket a római egyházról. Mi történt? Ez történt. Hol történt meg a végleges szakítás? Az augsburgi Fugger palotában. Mai napig ott van rajta szépen a tábla. Lehet olvasni, ha valaki németül tud. Tehát csak, hogy érzékeljük, végig itt hitbeli dolgokról beszélünk, és emberek tízezrei, százezrei véreztek el. 30 éves háború, ne felejtsük el. 30 év. És a résztvevők nagy része azért mégiscsak a lelkét féltette, és annak a védelmében. És közben itt két bankház. És a nagy tét ugye Franciaország volt, na most melyikhez tartozom? És már nagyon úgy nézett ki, hogy ő is a Fuggerekhez fog. Miért? Hát a hugenották tudjuk. Hát vezér képviselőjük volt, kiváló valaki, hadvezér ráadásul. És akkor mi történt? Egy éjszaka alatt lefejezték az egészet. Ez a Szentbertalan éjszakája. Na de senki nem teszi hozzá, hogy ki volt annak a fő szervezője. Medici Katalin. Nem tudom, érthető-e. Egy bamba király. Egyáltalán nem bamba felesége, egy iszonyatosan rossz indulatú és gonosz feleség. Mert Medici bankház, ennyit erről. És visszanyerték a franciákat. Tehát Francia megmaradt, legalábbis papíron katolikus országnak. Csak hogy érzékeljük, most mi ebben a században nézünk bele, mert itt születik a magyar elektra. Most gyorsan még befejezném ezt a névsort, tehát Arany János, ezt a 12 ének, 12 állatövi jegy, csodálatosan adja. Tehát ebből aztán tényleg nagyon szép. Még azt azért hadd tegyem hozzá az előző képlethez, hogy miért akkor az anyaság, tehát amikor az anyjával találkozik, ugye Toldi, és ahol tulajdonképpen eldönti magában, hogy ő most a király katonája lesz. Mert ugye most nem részletezem, meg gondolom, ez ismerik, általában ismerik a Toldit. De miért az oroszlánnál? Hogy kerül az anya az oroszlánba, aki megmondja, hazamehet? Hol van a nagy boldogasszony ünnepe az évkörben? És az melyik hónap? Oroszlán. Hát, és erre szokták mondani, de hát Arany János református volt. Felejtsd már el, te idióta. Magyar volt, nem tudom, értető. Már megint hagyott, hogy uszítsanak? Magyar volt. Pontosan ugyanazt jelenti egy református aranynak a nagy boldogasszony, mint amit egy egykorú katolikusnak jelentett, ha az tényleg magyar volt. Tehát egy elképesztően pontos és rendkívül messze vezető tanulságokat tartalmazó feloszt, vagy hogy mondjam, keretrendszer ez, nem véletlenül alkalmazzák. Nem azért, hogy most bemutassa, hogy ő tudja, hogy most a rák után, az oroszlán után, a szűzjön után, nem tudom, kit érdekel, magánügyed. De hogy mi mindent lehet ennek a keretében világossá tenni az olvasó számára, és nem feltétlenül tudatosan, hanem úgy, hogy ráérez. Mert az se biztos, hogy az író tudatosan írta meg így. Mert azért ne felejtsük el, van egy lélek szintje is az embernek. Hát már aki egyáltalán ráismer, vagy meri vallani, hogy van. És ezzel olyan dolgokra tudunk ráérezni, hát amit utólag... Lehet, hogy csak 3-4 évszázaddal később tudunk műszeresen igazolni. Vagy soha. Vagy egyáltalán nem is érzünk rá, vagy nem tartjuk fontosnak, hogy ezt tudatosan is igazoljuk, vagy tudat keretében is. Na, Arany után Madách jön. Hát az ember tragédiája az, ami döbbenetes módon. Mind a kétféle nagyságrendben. Tehát a kicsi évben is jól elemezhető, nagyon szépen. 15, ne felejtsük, nem magától értetődő. Hogy 15 hát felvonás vagy ének, tehát hogy ennek a 12-ese van, és van bizony. Mert viszont a
recesszióban ez tökéletesen kitölti a maga keretét. Na, ennyit akkor erről, és a maradék, ami hát még kimarad ebből a sorozatból, de már hát születik, a Jókainak a Kőszívember fiai. Mást is lehetne, az Aranyembert is lehetne, tehát Jókai azért többször is alkalmaz ezt a keretrendszert, és Gárdonyi. Gárdonyi, de nem a, hívjákban, a Egri csillagban, láthatatlan emberben. Tehát ez a főmű, és döbbenetesen, tehát egészen döbbenetesen. Tehát itt tényleg az emberről van szó. Tehát nem, ennek nem Attila a főszereplője, vigyázott, ennek az ember a főszereplője. És Attila egy olyan bálványkép, aki az egésznek a dimenzióját mondja el, hogy milyen közegben kell tudni az emberséget érvényesíteni. Na akkor ennyit, és az utolsó pedig a Hári János. Tehát amely Garainak a költeményével indul, és hát tulajdonképpen népmesékkel indul az is, Garaival, és utána hát annak a Harsányi Zsolt, Paulini Béla és Kodály Zoltán daljáték ennek. Na, akkor a második, az Elektra téma. Tehát eddig én ezt bevezetésnek szántam, lehet, hogy kicsit hosszúra nyúlt, de nem hiszem, hogy feleslegesen. Na most a második ilyen egység az Elektra téma. Egyáltalán ez a magyar Elektra tulajdonképpen műfaj tekintetében micsoda? Hogy tanítják? Mindig érdemes megnézni, hogy tanítanak. Tehát ez körülbelül olyan, mint az időjárás jelentést figyelni. Tehát az a gond az időjárás jelentése is, hogy abban sem lehetünk biztosak, hogy az ellenkezője igaz. Na most az egész tananyag, amivel etetnek bennünket, nyelvtörténeti, eseménytörténeti, és még sok minden, tehát például néprajzi ügyekben, nem attól borzasztó, mert minden betűje hamis, hanem attól, hogy nem tudom, hol vált szempontot. Tehát lóugrásszerűen hazudik. Tehát azt jelenti, hogy én hiába keresem meg az állításának az ellentetjét, akkor ez egy ellenkező előjelű hazugsághoz fog elvezetni engem. Nem tudom, érthető. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogy itt 45-től, vagy legalábbis mondjuk 48-tól 89-ig egyfolytában pártitkár és pap egymásnak ellentett dolgokat hirdet hivatalosan. Mi történik 89 után? Megfordul a dolog. Tehát ami eddig negatív volt a pap szájából, az innentől kezdve pozitív lesz, itt pedig megint megfordul. Történt valami lényeges? Égvilágon semmi. Tehát innentől a pap antipártitkárként viselkedik. Nem tudom, érthető. Tehát és szépen fedi le, ugyanúgy fedi le a légboltot fölöttünk, mint előzőleg a pártitkár. Néha ugyanazokkal a szövegekkel is. Tehát ez azért rendkívül fontos, mert abból a teljesen hibás feltételezésből indulunk ki, hogy az igazság az a hamisság vagy a hazugság ellentetje. Nem igaz. A hazugság ellentetje az az ellenkező előjelű másik hazugság. Az igazság pedig egy fölötte lévő másik síkban van. És annak nem ellentéte a hazugság. De miért olyan nehéz erre rájönni? Tehát ha az ember az igazságot keresi, soha nem találkozik hazuggal. Tehát bármilyen furcsán hangzik, én nekem semmi bajom nincs a hazugokkal. Már elnézést kérek, hogy így fogalmazok. Tehát más kérdés, hogy az állításaikat, ha azok mondjuk a magyarságra vonatkoznak, az ember megpróbálja helyre tenni. De nem úgy, hogy az ellentétet próbálom kimutatni, hanem megkeresem az igazságot. És néha abban is megtalálom. Hát itt van a borzasztó dolog, hogy jelenleg ott tartunk az említett témákban, tehát a művelődés történetünk mindegyik szakaszában, nyelvtörténetben, eseménytörténetben, néprajzban és így tovább, mint amikor egy kosár almában, hát mondjuk tegnap azt az egy rohadt almát betette valaki. Még mindig azért találunk benne épp almát, tehát lehet látni, ez így megy tovább, tehát az unokámnak is ezt tanítja, akkor most már az unokám fogja ezt a rohadt almát tanítani. A dédunokámnak, aki már egy hete megszületett. Tehát már én már ezt féltem. Ez így, tény. Jó, majd ezt továbbadom neki, ilyen kis hajasba van. Jó, beszélő viszonyban vagyunk. Jó, tehát a helyzet az, tehát itt azért nagyon vigyázni kell, mert előbb-utóbb, miután mást nem hall,
Tehát ezt tekinti meghatározónak, beivódik a tudatába, és ezt adja tovább. És ez a legveszélyesebb játék jelenleg, mert most ott tartunk, hogy lassan a legnagyobb opponensem, aki már néha egészen durván opponál, tudjuk mit jelent opponál, tehát cáfolni próbál, de néha, ez most nem az én családomra vonatkozik, nehogy azt higgyük, de ez egy általános kép. Hát az bizony a saját fiam vagy lányom, saját unokám, bizony. És nagyon nehéz meggyőzni, mert az ember megpróbálja letorkolni. Na, ennél rosszabb megoldás nincs is. Tehát ezzel szépen bele betonozom azt a hamis valamiféle tant, amit hát neki tanítottak. Mert most ő éppen ott tart, hogy jobban hisz a tanárjának, mint nekem. Mert valószínűleg szimpatikusabb. Hát én nem biztos, hogy nagyon szimpatikus vagyok, de minden esetre elképzelhető. Na, ennyit erről. Most az elektra témáról két dolgot kell tudni. Pontosabban arról, hogy hogyan soroljuk be. A tananyagban úgy van, hogy ez Szofoklésznek az Elektra drámáját fordítja. Tehát, hogy ez egy fordítás. Na most, ez az első és legnagyobb hazugság ebben a kérdéskörben. Tehát nem az. Egyébként nem is ez a címe, az eredeti címe, de a címe nagyon hosszadalmas, most nem akarom szó szerint felolvasni. Ő maga hivatkozik természetesen Szofoklész Elektrájára, ami nem olyan nagyon régen érkezett be a reneszánsz hozadékaival. Tehát amikről már beszéltem az előzőkben. Tehát érkeznek be ezek a drámák, és ezekről is egyre másra kezdik már kimutatni, hogy például Homérosznak először nem is a görög szövegét ismerjük. Tehát az első szövegváltozat az latinul van. Hogy érkezett akkor ez be? Hát Bizáncban nem fordítják le latinul, miért fordítanák le? Tehát, hogy érthető legyen, itt azért elég sok olyan apró mozzanat van, amik ha összeállnak, akkor egyre másra derül ki, hogy itt a reneszánszban egyébként, ha az ember megkérdezi, mondjanak már nekem gyorsan reneszánsz költőt, vagy akár írót, akkor már lehet íróról beszélni. És kiderül, hogy gyakorlatilag nincs. Van egy Janus Pannoniusunk, akinek tulajdonképpen nem is nagyon van mellé tehető, rangban hozzámérhető megfelelője, hol, ahonnan ő jön, Itáliából, tehát ahol tanul. És akkor egyszerre föltett valaki egy ilyen kérdést, ezt nem én teszem föl, én csak idézem, hogy azt mondja, nem lehet, hogy azért nincs reneszánsz irodalom, mert akkor született a görög-római irodalom? Nem tudom, érthető. És a kérdés a levegőben van mai napig. Tehát jönnek a cáfolatok, jönnek a megerősítések, és ez egyáltalán nem eldöntött kérdés. Tehát most ne úgy kezeljük, hogy ez egy ilyen provokatív dolog, és akkor le lehet söpörni az asztalról. Nyugodtan lesöpörheted az asztalról, azért az megmaradt kérdésnek. Tehát ezzel semmit nem intéztünk el, ha lesöprünk valamit az asztalról. Minden esetre tekintsük eredeti műnek, jó? Tehát a Szofoklész dráma ezek szerint Krisztus előtt 5. században születik. És azt is lehet tudni, hogy nem egyedül Szofoklész írt Elektrát a témáról, hanem van az úgynevezett ókori görög, aténi iskola, tehát a három, az ókori drámaíró triászról beszélünk. Kik ezek? Aeschylus az első korban, ő még részt vett a görög-perzsa háborúban, tehát mint katona is részt vett. Utána következik Szofoklész, tehát ő egy kicsit, ez következő generáció, de még átélte, csak nem katonaként, nem közvetlen már nem vett részt benne, és a harmadik Euripidész. Mind a hárman írtak elektrodrámát. Nem mindegyiket. Ugyanilyen címen ismerjük, Aeschylusnál például Síriáldozat címen ismerjük. Tehát mindegyiknek van jó magyar fordítása, és bele is kerültek egy kötetbe, ha valakit érdekel, az Örök Elektra című kötetbe, sok más későbbi darabban együtt. Benne van egyébként a kötetben a Bornemisza, magyar elektrája is. Tehát ez valami, benne van a bibliográfiájában, tehát megtalálják, az Örök Elektra ez a címe. Egy nagyon jó összeállítás. Na most ezt azért jegyezzük meg, tehát Krisztus előtt 5. század. Majd a végén, ha marad egy kis időnk, akkor erre vissza kell térni. Na most Bornemisza Péter Krisztus után 16. század.
Tehát a kettő között egy olyan kerekkel, most mindig kerek számokat fogok mondani, 2000 év szépen lezajlik, és ha még tovább pontosítanánk, akkor kiderül, hogy ez körülbelül egy állatövi jegy érvény tartam. Tehát ezen most nagyon el kell töprengeni, hogy most vagy beszélhetünk csillagmítoszi keretről, és akkor ennek kimutathatónak kellene. Itt nincs mese. És ez egy nagyon kemény feltételrendszer. Tehát ez az egyik, az a kos havának, az utolsó, tudjuk, hogy a precesszióban, tehát a történeti, a tágabb történeti időrendben, ott a faránál megyünk be mindegyik ilyen érvénytartamnak. Tehát én a kos havába, a harmadik dekanátusánál, tehát egységénél, részegységénél, a nyilasnál megyek be. Utána a második az az oroszlán lesz, még mindig. Ezek általában egy ilyen 720 éves időegységek, és csak a harmadiknál teljesedik ki. Tehát a legvégén kerül a legelejére, mert fordított irányba megy. Tehát a kosnak az igazán jellegzetes tulajdonságai az ennek a Krisztus előtti 2160 évnek, mert ennyi kerekítve egy átlagolt állatövi jegyérvényt tart, ennek a legvégén csúcsosodnak ki. Na most hol született a Szofoklész, illetve a hármasnak ebben, pontosan itt. Tehát a kosnak a kos dekanátusában. És a Bornemisza Péter 1558, az már a halak időszakának a harmadik dekanátusa. Tehát megint a végén, azaz a halaknak a halak dekanátusa. Ez mire figyelmeztet? Hogy a legtisztább kos tulajdonságokat kapjuk itt, és itt a legtisztább halak tulajdonságokat. Mert egyébként átszínezik a egyéb, tehát a skorpió mondjuk az első 720 évet, a rák a második 720 évet, és csak a harmadikban teljesedik ki. Tehát jelenleg mi például még, bármilyen furcsán hangzik, a halaknak a utolsó dekanátusában vagyunk. Más kérdés, hogy a vízöntő ezt már rég átmossa. De ez egy külön téma, illetve mindjárt rá fogunk térni. Most tudni, ha ténylegesen ezt a keretrendszert alkalmazza, akkor ezek rendkívül szigorúan kimutathatónak kell lenni. Tehát nehogy azt higgyük, hogy itt most az embernek van egy ötlete, hasára üt, és akkor rá erőlteti a darabra. És a hagyomány nagyon szigorúan számon tartja, hogy melyik jegytulajdonságokkal mik függenek össze, mi az, ami szellemi értelemben hozzátartozik, és mi az, ami testi értelemben ennek a megfelelője. Mert az pontosan a szemközti tulajdonság. Tehát ha valaki mondjuk a kos tulajdonsággal rendelkezik szellemi értelemben, az azt mondja, hogy robbanékony lesz. Na jó, de annak a testi megvalósulása éppen azért, hogy ezt valamelyest ellensúlyozza, a vele szemközti mérlegben kell megnyilatkoznia. Tehát valószínűleg a egyensúlyi helyzetének hát ilyen önmagát kereső magatartásforma fog megfelelni. Miért? Mert különben elsöpörni a világot. Tehát ne felejtsük el, a kos maga robbanékonyságával, ez a frontharcos. Na, köszönjük szépen, frontharcosból kaptunk jeleget 44-45. Tehát ha ezt nem tudja a túloldalról, a testi oldalról ellensúly, vagy egyensúlyban tartani, ami hát egy elég labilis egyensúly, akkor hát ott a nagyon nagy bajok vannak. Na, ezt a legvégére tenném, nagyon szépen lehet elemezni. Tehát mind a kettőt a maga nemében tökéletesen lehet érteni. És az egésznek egy kulcs mozzanata van. Most ha valaki olvasta az Elektrát, akármelyik változatában, tudja, hogy annak van egy kulcs jelenete. Ami az előzményekből is, amelyek rávezetnek, gyönyörűen igazolható, hogy valóban ez a kulcsját, meg a következményekből is. És ennek van egy szimbolikus értelmű tárgyi megnyilatkozása. Most miután nem biztos, hogy elérkezünk a legvégére, mert kötött az idő, tehát ez egy urna. Ez az urna itt van a színpad közepén, és úgy hangzik, tehát a szövegekből az derül ki, hogy ebben hát a főhős porított állapotban van jelen. Tehát a hamvai vannak jelen. Tehát ez egy hamveder. Ugyanakkor itt meg megjelenik a hős. Tehát vagyok is, nem is vagyok, és mindez egy urna körül.
Na most az urna az egy edényforma. Az edényformának pedig, hát részben a magyar pásztor csillagászatban, tehát a pásztorok nyelv vagy szájáról levett, még 19. század legelején még lehetett nyugodtan pásztoroktól csillagneveket kérdezni, kérdeztek is, le is jegyezték őket. Ezt kantának nevezik. Melyik csillagképet? Vizöntőt. Teljesen egyértelmű. És az ábrázolásokban, például a kazettás mennyezeteken, ahol általános az állatövi egy érvénytartamoknak a megjelölése, hiszen időben gondolkozunk. Tehát egy téridőrendszerben, de ennek az idővetületében. És ebben kell a tanulságokat közölni a hívőkkel. Tehát ne csodálkozzunk, hogy ilyenek vannak. Na most, és hát ez mind kimutatott dolog. Tehát én most csupa olyan dologra hivatkozom, ami már könyvalakban is megjelent, hozzáférhető. Tehát minden esetre ez a hamveder, ez azonnal kideríti, hogy most akik körülveszik, hogy viszonyulnak hozzá. Tehát a gyilkos anya, aki meggyilkolta ugye a férjét, ez a bizonyos Klytajmnésztra, nem itt magában a darabban, de állandóan hivatkoznak rá. És most hallja, és fél folyamatosan, mert meg akart ő gyilkolni a fiát is, Orestészt, csak nem sikerült neki. Miért? Mert Orestésznek a nénye, tehát az idősebb testvére, Elektra, kimentette őt ebből a helyzetből, és elküldte egy mesterrel, vagy nevelőnek nevezik az egyikben, másikban mesternek, tehát ővel elküldte egy másik királyságba, és ott szépen felnevelődött. Na most először is, ez 20 évvel ezelőtt történt. Honnan tudjuk? Hát mert ez elhangzik. Igen ám, de az egész cselekmény úgy viselkedik, és ez Bornemisza-nál hangsúlyos, tehát rendkívül hangsúlyos. Ezt én külön tárgyalom itt a könyvben. Hogy tudnék, úgy beszél a Klytajmnesztra is, tehát a gyilkos anya, meg hát a barátja, ahogy ma mondanánk, tehát a fiúkája, ez a bizonyos Aegisztusz, minthogy ez tegnap történt volna, vagy most éppen. Akkor hova lett ez a 20 év? Nem tudom, érthető. Teljesen úgy hangzik el a szöveg, mintha most történt volna, még éppen megmostam a kezem, de egyébként még véres lehetne, mert most fejeztük be a gyilkolást. És te teljesen döbbenetes, mert félreérthetetlen. Szépen hosszan. Tehát először maga Aegisztusz mondja el, majd utána még rátesz a feleség is. Most már ugye a Klytajmnesztra az ő felesége lett. Tehát egyszer eltűnt 20 év. Na most ez, amit mi úgy nevezünk, kicsit tudományoskodva, hogy időanomália, ez melyikre jellemző? Csak is a vizöntőre. Semmi. Szóval ezek olyan, hogy mondjam, utalások, amik azt mondja az ember, hát csak nem fogom föltételezni, hogy elszámolta magát Bornemisza Péter. Hát hogy képzelem ezt? 20 évvel nem tud elszámolni. Nem is kell neki. Itt az idő nullázódásról van szó. És akkor érkezünk meg, és ez mind hol derül ki? Itt az urnánál. Na most, ha ezt gyorsan most, mint egy ilyen mutatványt elvarrom, mert a legfeljebb a végén tudunk erre visszatérni, akkor megkérdezem, hogy miért kellett ezt a feladványt egyáltalán már magának Szofoklésznek? Miért kellett? Mit tud ebből tanulni egy aténi polgár? Aztán majd látjuk mindjárt, hogy mit tud ebből tanulni egy 16. század második felében élő magyar hallgató. Mit tud tanulni? Hát ne felejtsük el, ha ő élőként megy, és nem halottként, 2 perc alatt kinyírják. Tehát neki ahhoz, hogy a feltámadás bekövetkezzen, ahhoz a halált vállalni kell. És úgy kell vállalni, hogy jelen kell lenni, sőt, ő maga kell, hogy átadja. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, nemzetek, közösségek életében, amikor a feltámadás csak a halálon keresztül oldható meg. Egy vállalt, önként vállalt halálon keresztül. Na most, ha ezt nem érti meg egy aténi, abból nagy tragédia nem származik. Valószínűleg nem is értették meg. De ha ezt nem érti meg a 16. század második felében egy magyar diák, mert ez diákoknak szólt, tehát Bécsben tanuló magyar nemes ifjaknak. Ezek majd hazamennek és csinálják tovább a történelmünket. Tehát ha nem értik meg, hogy most ne azon síránkozz, hogy meghaltunk,
hanem azon, hogy fel fogunk támadni, és nem kell ezen örvendezni, mert akkor természetesen a gyilkos az továbbra is fog majd gyilkolni. Semmi, vidd a műveltséget fű alatt tovább. Na most ma mit kellene mondani? Hát nem hordószónokként felpattani állandóan, hogy most akkor utcára gyerekek. Hát akkor az ember úgy megköszöni neki, hogy provokátor elvtárs, nagyon köszönjük, hogy megint megnyilatkozott. Tudja, ez legyen a maga programja. Tehát amíg nem jön el az ideje valaminek, addig ne erőltessük. Na most, lehet ezt egy önkényes beleolvasásnak venni? Igen ám, de már Szofoklész példázatában is megjelenik az a képlet, közvetlenül ehhez kapcsolódva, amelyik figyelmeztet, hogy nem értettétek félre, nagyon jól értettétek. Tudni, miről van szó? A mester vagy a nevelő mind a kettő ugyanazt a szemét jelenti, tehát aki megmentette Orestészt, jön vele. Itt van most a hívjáknál, ez ilyen urnánál, és mit csinál? Elmondja a gyilkos anyának, elmondja, hogy hogyan halt meg a fia. Ezzel egyszer, mint teszteli is, hogy most ez, hát hogy mondjam, örülni fog ennek a hírnek, tulajdonképpen örül. Mert félt eddig, hogy visszajön a fia, és megbosszulja. Tehát egy nagy felszabadulás érzés, de ugyanakkor meg kell játszani a búslakodó anyát is. Meg is játsza. Aztán ezt Elektra szépen a helyére teszi, de mindenképpen ez a két arcúság megjelenik. Na most a mester be kell közvetlenül számoljon a halálesetről. És ez azért nagyon tanulságos, hát ez most nem részletezem, nagyon szépen írja le egyébként, Bornemisza is. Egyébként csodálatos a nyelve. Tehát ennek a magyar Elektrának olyan a nyelve, hogy az ember hát, hogy mondjam, szinte csámcsog, miközben olvasom is, mert közben belül megmondom. És semmit nem avult el. Tehát hozzáteszem, hogy ezzel játszották. Tehát ezzel a nyelvvel játszotta a, mindjárt mondom a nevét, később Arvis úr a színpadnak nevezte önmagát. Ez a Somogyi Istvánnak a társulata volt. A Szkéné színpadom, a műegyetem épületében. És csodálatos volt. Tehát semmit nem változtattak a nyelvezeten. Nem igaz, hogy ez egy elavult nyelv. Az újságíró nyelv avult el. De az hónapra elavul. Ez egy élő nyelv. És de egészen döbbenetes, hogy mennyire kifejező. És azért ne felejtsük el, hogy Bornemisza Péter legalább egy generációval idősebb, mint Shakespeare. Shakespeare-t az eredeti nyelvén már nem lehet játszani. Nem értenék meg. Tehát a magyar nyelvnek nem csak a hord képessége óriási, hanem az időtállósága is. És a kettő nagyon is összefügg egymással. Tehát nem véletlen, hogy minden áron meg akarják bontani, minden áron szét akarják zilálni, és minden áron 2 éves kortól már tanítják más nyelvre a gyerekeket. Hát ebből ezekben már nem lesz teljes értékű ember. Tehát ha én egy perifériának a nyelvét, ami megközelítőleg sem ekkora hordképességű, és teljesen más szerkezetű, ha én ráerőltetek egy óvodás korú gyermekre, de akár egy alsó tagozatú gyerekre, abból már nem lesz ember. Tehát sem az egyiken nem fog tudni teljes értéken gondolkodni, sem a másikon. Ezt egyébként Kodály olyan gyönyörűen megfogalmazta, tehát ez a következő könyvben, ez már mottóban meg fog jelenni. Hogy ez már csak fordított, tehát fordítás nyelven beszél, nem tudom értető. Hát a jelenlegi fiatalok nagy része nem magyarul beszél. Tehát látszik, hogy angolul gondolja végig. Miért? Mert azt tanítják neki már óvodától kezdve. És úgy tanítják, hogy az a meghatározó, az a gazdagabb, az a jobb, az a magasabb rendű, az a használhatóbb. Tehát eleve már abban fogalmazza meg a világ képének a különböző megnyilvánulásait, és azt fordítja le kapásból arra a nyelvre, hát ami újságíró nyelv, ez már nem magyar nyelv. Tehát nem tudom, követhető, ez egy ifjúság elleni büntet. Tehát jelenleg ki a legnagyobb ellensége a gyereknek? A saját szülő. Az az ostoba szülő, aki még mindig nem jött rá, hogy ez szó szerint gyilkos. Na ennyit erről. Ne féltsük egyébként a magyarságot, túl fogjuk élni. Tehát ha ezt túléltük, túl fogjuk élni. Majd szépen ki fog menni, vendégmunkás lesz belőle, a gyereke már egyáltalán nem fog beszélni magyarul. De nem is lesz kár érte, ezt is hadd tegyem, nem lesz kár érte. Tehát mi nem fogyunk, hanem tömörödünk. És ez nagyon lényeges. Ezt már egyébként Kossuth elmondta annak idején
debreceni nagy beszédében. Nem kell félteni a magyarságot. Na, azt mondja, hogy jó, hát nagyon sok, jó, előre haladtunk. Nem akarnak szünetet? Tehát itt miről van szó? Ez a kis rákfajta egy halnak, általában a halaknak, tehát nem csak egyfajta halnak, úgy megy be a szervezetébe, hogy végül is hát lebontja a nyelvét, elpusztítja, megeszi, vagy hogy mondjam, magába szívja, és helyette beszél. Most nem tudom, ráismerünk-e a helyzetre. Hát jelenleg ez folyik nálunk. Megmondják, hogy milyen a magyar. Írnak nekünk egy történelmet. Nem a történelmünket írják meg, írnak nekünk egy történelmet. Írnak nekünk egy nyelvtörténetet. Írnak nekünk egy néprajzot. Tehát nincs beszélő állat, hanem a madár csipeget, a szarvas eszeget. Nem tudom, értető. Tehát, és ez így megy, hát legalább mondjuk Mátyás halála óta kisebb-nagyobb szünetekkel folyamatosan. Tehát az a csoda, hogy egyáltalán még magyar-magyarul tud gondolkozni, de hát mi csodák közegében élünk. És ezzel most már nem is nagyon szabad csodálkozni, mert másképp nem is élnénk. Na, akkor ezt felejtsük el, illetve hát azért tartsuk emlékezetünkbe, mert ez folyik. Na, kérném a következőt. És akkor innentől kezdve olyan, csak magára a módszerre vonatkozóan mutatnék be néhány képet, ezek benne vannak a könyvben. Persze analóg példákat, tehát legalább egy 4 vagy 5 ilyen sorozatot mutatok be a könyvbe. Különböző korokból van, amelyik ez egy kicsit korábbi, mint Bornemisza Péter kora, tehát késő középkori, de van olyan is, amik teljesen egykorú Bornemisza Péterrel. Ezt azért választottam ezt, mert itt lehet látni nem csak a bolygó tulajdonságot, hanem azt is, hogy milyen emberi cselekvések tartoznak hozzá. Tehát például az a jelenet, amit elmesél a nevelő, Orestész hambai mellett, ugye az Orestész haláláról, az egy ilyen kocsi verseny. És annak lett az áldozata Orestész, e szerint az elbeszélés szerint. Mégpedig Szophoklésznél nem annyira hangsúlyos. Tehát ne felejtsük el, Szophoklész korábban még voltak kocsi versenyek, sőt, még jóval későbben is voltak. Tehát azt jelenti, hogy az egy ilyen elég szokványos ilyen cselekvés típus volt, viszont 1558-ban már nem voltak, és a magyar hagyomány nem tart nyilván harckocsikat sem. Tehát ezt a kétkerekű harckocsi típust nem, mi lovas nemzet voltunk, tehát nem ilyen kocsis harcmódot nem alkalmaztuk, nem is lett volna alkalmas, hát olyan terepeken voltunk, ahol már kocsival nehéz közlekedni. Tehát lényeg az, hogy Bornemisza Péter hangsúlyozza, hogy túl gyorsan hajtott. Tehát nem volt tekintettel arra, hogy hát itt végülis egy közösségben dolgozik, tehát neki ment a másiknak, akkor megvadultak a lovak, beesett közéjük, és azok, miután nem tudta, ráhurkolódott a csuklójára a gyeplő, tehát nem tudott megszabadulni tőle, tehát agyonvág, tehát a lovak olyan mértékben széttaposták, hogy a legjobb barátai sem ismertek rá. Most ezt nem én mondom, hanem ez még ott van a szövegben, ahogy a nevelő elmondja. Na most ebből két dolgot azonnal lehet látni. Az egyik az, hogy ez az arctalanná válás. Nem tudom, értető. Na most ez megint a vízöntő. Tehát a tömegember. Tehát ez azt jelenti, hogy az arc nélküli alattvaló. Most ezt gyártják belőlünk futószalagon. Ne legyen saját arcod. Majd mi meghatározunk, milyen legyen az arcod. Tehát ez döbbenetes, hogy és mind itt körül az úrnak körül. Tehát valami egészen zseniális módon van az egész megszerkezés. Borzasztó nehéz félreérteni. Tehát ezért néz az ember, hogy tulajdonképpen ti akarjátok félreérteni. Hát nem létezik, hogy ezeket ne lehessen azonosítani azonnal. De ami számunkra most, ma talán a még fontosabb tanulság, ugyanebben az elbeszélésben, és ami nagyon érdekes, mert Szophoklésznél még nem hangsúlyos. Bornemiszánál már nagyon hangsúlyos. Az micsoda? Az, hogy elhamarkodta a dolgot. Tehát túl gyorsan akarta a sikert. Nem tudom, értető-e. De 1541 után nem lehet túl gyorsan sikert elérni. 2020-ban nem lehet túl gyorsan sikert elérni. Ennyit erről.
Most ez egy nagyon fontos tanúság, mert ez már nagyon közel van a keresztény tanításhoz. Tudnélik, mi volt a vétke? Na, héten ki akartam mondani, Iskariótes Júdásnak. Miért? Hát, hogy mondjam, lehetünk egész biztosak benne, hogy ő, hát mondjuk nem a örök boldogság részese. Miért? Mert elhamarkodta a dolgot. Ha még egy napot vár, hát ő is kegyelemben részesült volna. Nem tudom, értető. Hát a teljes feltétel nélküli kegyelem, ez az Krisztusi kegyelem. Nem tudom, értető. Nem várta meg. Nem hitt benne. Ott megkapta, de teljesen biztosak lehetnek benne, mert mindannyian, hát aki egyáltalán keresztény, vagy van fogalma arról, hogy mit jelent az ingyen kegyelem, egészen biztosan. De ő elsiette a dolgot. Tehát önbíráskodással szépen kinyírta a saját magát. Nem tudom, értető. Na most vigyázzunk, mert ezt egy nemzet is megteheti. Tehát nagyon vigyázunk rá, mert egyfolytában uszítanak is. Nem csak hamisítanak, uszítanak is. És Csontvár is figyelmeztet, hogy vigyázat, a cédrus az példát mutat a nemzeteknek, nem az egyénnek, nem ő neki magának, hanem a nemzeteknek a kitartásra. És még azt is leírja, hogy ne próbáljuk a cédrust túl hamar kibontakozásra serkenteni, mert fattyút fog sarjadzani. Tehát leírja nekünk, várjuk ki, először önmagára kell ismerni egy nemzetnek, mert különben korcsot fog megvalósítani. És ezért most korcsnevelés folyik, és egyfolytában uszítás arra, hogy ezt a korcsot ismerjük el magyarnak, mert ez a korcs kapja a Nobel-díjat, ez a korcs kapja az Oscar-díjat, és most már ez számít magyarnak a világban, nem tudom, érthető-e. És akkor ezt azonnal tessék megvalósítani. Hát most majdnem beintettem. Na, várd ki a végét. Majd mikor már tényleg magyar érték fog majd, de azt már biztosak lehetünk benne, hogy se Nobel nem fogja díjazni, se Oscar nem fogja díjazni. Ők másra tartalékolják, meg másoknak. Most már ilyen falból, most már gyorsan osztogatnak még egy párat, hogy nehogy rádöbbenjünk a dolgokra, de ez már teljesen falból történik. Tehát már semmi szerepe nincs annak, hogy tényleges érték lesz, vagy nem, amelyet díjaznak. Csak nehogy már azonnal rádöbbenjünk, hogy itt miről van szó. Na most nagyon lényeges kérdésről van szó. Tehát ez a felgyorsulás túl korai, siker elérés, ez tényleg halálhoz vezet. És ez azért borzasztóan fontos tétel, mert lehet érzékelni, hogy nem pusztán az Orestész halálát jelenti. Ne felejtsük el, hogy a szereposztásnál Orestész egyértelműen a napnak a képviselője. Ez nem kétséges, mert egy antik, tehát egy szofoklészi korban ez a fajta típus, tehát ez a hős típus, ez egyértelműen naphős. Ami azt is jelenti, hogy Elektra a maga hideg mi voltával, ez nyilvánvalóan az ő testvére, akit egyébként Arámnak nevez, tehát Arájának nevez a Bornemisza darabban. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanaz a kapcsolat, mint a napnak és a holdnak. És ráadásul ez egy hideg nő. Tehát az Elektra, hát én elég részletesen leírom, egy kicsit majdnem azt mondom, hogy ironikusan, hogy hát persze nem engedik, hogy egy férjhez menjen, mert akkor hát az utódja az letaszíthatja a trombitorlót. Na, de nem biztos, hogy nehéz a férfiaknak távol maradni tőle. Tehát ha valaki állandóan síránkozik, az nem biztos, hogy nagyon vonzó a férfi nép számára. Tehát, és ő pedig egyfolytában ezt teszi. Tehát az azt jelenti, hogy hát tudjuk a holdnak mi a legfontosabb tulajdonsága. Hát a vízzel való gazdálkodás. Tengert emel és süllyeszti. Na most ennek zárt körben, ahol nincs tenger, meg nem tudom, egy laborvízzel megidézni, hát ott nyilvánvalóan a bőségesen és állandóan ömlő könnyek. És egyfolytában, tehát Elektra semmi más nem csinál. Amikor éppen nem szídja az anyját, akkor ez történik. Tehát lehet érzékeni, hogy olyan mértékig már egyénítettek a szerepek bolygó tulajdonság tekintetében Szofoklésznél, hogy olyan nagyon... hogy nem kellett ehhez még hozzátenni, vagy látni lapáttal, csak annyit, amennyi az adott kornak, tehát 16. század második fele, egy három részre szakított Magyarországnak sürgős szükségeihez tartozott. És az mind meg el is hangzik, odáig kicsit módosul is az elmondás. Na most,
ha gyorsan végig szaladunk, majd még vissza-vissza kell térni egy-két gondolatra. Tudnék, az sem egészen, hogy mondjam, közömbös, hogy milyen analógiákat tudunk a kocsi verseny mellé tenni. Mert ne felejtsük el, hogy ennek, hogy kocsi versenynek a irányítója, tehát aki rajta van, és itt nincs szolgája, aki irányít, tehát saját maga irányít, annak van egy neve, amit mai napig használ a csillagászat. Ez az auriga. Az auriga az ezt jelenti, kocsihajtó. Szó szerint ezt jelenti. Tehát azt jelenti, hogy egy auriga tulajdonság kerül itt veszélybe, ami egy nagyon fontos tulajdonság, mert az auriga az nincs rajta az állatövön, fölötte van, tehát az északi égbolt felé, és viszont nagyon is rajta van a tejíton. Tehát egy ilyen kapu jellegű, ha én körbeírom, tehát a két-két csillagát összekötöm, akkor egy ilyen kapu jellegű a mintája. Tehát lehet az antikvitásból is, de a későbbi asztrológiából is leolvasni, hogy tudni, azon keresztül lehet lejönni a tejút rendszeréből, az állatöv rendszeréből, ami két különböző nagyságrend. Tehát a tejút rendszer egy sokkal magasabb rendszer. És abból nem olyan egyszerű lejönni. Hát például egy betlehemes játéknál ez az egyik fő tétel, hogy be tud-e jönni az öreg pásztor, vagy nem tud, és maszatol ott az ajtónál, mert nem találja kilincset, fordítva akar bejönni, és itt alvas, mert ő egy magasabb rendszerből érkezik, egy hétköznapi, tehát egy állatövi rendszerbe. Hát az, és hol jön be? Hát természetesen baknál jön be, tehát a bak nulla pontján a karácsonykor. Mert ott a legrosszabb a helyzet. Tehát oda kell jönni magasabbról. Tehát ezek mind olyanok, amik jelen vannak a magyar népi művetségben, csak nem tanítják. Tehát akkor már hogy ismerhetne rá a szerencsétlen olvasó vagy tájékozódó? Na most ez az analógia, tehát egyszer azt jelenti, hogy ha én ezt az aurigát Orestész személyében elvesztem a kapcsolatot a magasabb rendű minőség, nem tudom érthetően, elpusztul itt az orrunk előtt. Tehát egy nem csak ezt a nemzetet, nem csak ezt a családot sújtó dologról van szó, hanem egy sokkal egyetemesebb katasztrófának, hát az előidéző jelet. Igen ám, de itt megint mi hangsúlyozódik? Minek a eltúlzásával? Ezt meg egy másik hasonló antikvitásból vett analógiával. Tudjuk, ez mind benne van egyébként a könyvben, csak kicsit részletesebben. Hogy tudnék, van egy másik példánk. A napnak, tudnék, van egy fia. Ez a fiú elkéri az apja szekerét. Tudjuk, hogy az antikvitásban, hát később is, tehát még középkorban is él ez a szemlélet, hát ez ugye föl kell a tenger habjaiból, és akkor a saját szekerén végigmegy az égbolton, és ott pedig lenyugszik. Na most ez egy szekéren történik, napszekéren. Ezt szokták ábrázolni is rajta. Sőt, én is közlök itt a könyvben egy ilyen ábrát. Na most mi történik? A fiú elkéri a szekeret az apjától. Hogy hívják ezt a fiút? Phaéton. Na most ez az a bolygó övezetben, tehát ez egy csillagászatban is használt fogalom, most ezt nem részletezem, tehát ezt a csillagászat a mai napig használja, egy bolygó övezet eredetinek föltételezett bolygója elnevezésére. Tehát, hogy ez a Phaéton, mint bolygó létezett vala, aztán szétrobbant ilyen-olyan okokból, és jelenleg ez egy kis bolygó övezetet képez a Mars és a Jupiter között. Tehát azért mondom, hogy ezek végig élnek ám mai napig ezek a szerepek, nem a nehéz rájuk ismerni. Na most minden esetre ez a bizonyos Phaéton, ez elkéri az apja kocsiját, és az hiába figyelmezteti, és megint figyeljünk mire, mire figyelmezteti, hogy még nem jött el az időd. Nem tudom érthetően. Tehát hihetetlen, hogy milyen pontosan jelzik, hogy itt most nagyon vigyázzatok, mert itt időproblémáról lesz szó. Tehát és az időproblém végig a vízöntőhöz tartozik. Na most, és akkor mi történik? Hát természetesen nem tud uralkodni a lovakon, mert még gyenge hozzá. Most a ló az mindig is, hát a magyarságnak volt a szellemisége kifejezve. Miért? Hát mert a ló a keleti állatövben az a nyilasnak a megfelelője. Tehát ha mi a szellemiségünket nem tudjuk féken tartani, mert nem érünk meg odáig, hogy fölismerjük az értékeit, fölismerjük a hátulütőit is, mert vannak ilyen, el tud ragadni. Sőt, hát nagy képviselésre indíthat. Miért? Hát mert többet tud a nyelvünk, mint bármelyik másik. Na de ebben nem lehet büszkélkedni, ezt nem lehet a másik rovására emlegetni, ezt megszégyeníteni vele. Tehát el lehet túlozni. Na most ez a Phaéton
nem hallgat az apjára. Tehát szép, és elkezd, elragadják a lovak természetesen, fölégeti a fél földkerekséget, és a kénytelen Zeus, tehát aki meg a szakrális uralom képviselője, kénytelen a villámaival lesújtani. Ennyit erről. Tehát, hogy vigyázat, mert a Jupiter, mint bolygó, az a magyarok csillaga, nem tudom érthetője. Tehát a pásztorok nyelvén egészen a jelenkorig ő a magyarok csillaga. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon vigyázunk, mert a magyarok csillaga, ha elsietjük, hiába hivatkozunk arra, hogy tehát a nemzeti létünkből, hát a lovak ragadt. Na. Te használtad rosszul. Túl korán kezdted el, nem vagy még érett rá. Ha ma önálló föllépésre, hogy már tudnák rábírni a magyarságot, tragédia lenne. Annyira nem ismerjük magunkat. Ez nem hosszú idő kérdése, tehát lehet nagyon rövid idő, mert ez egy szabályszerűen, ha azt mondom felvilágosodás, félreértjük. Mert az pontosan a magyarsággal szemben egy negatív jelenség volt. De az, hogy egy világosság gyúl bennünk, és az lehet, hogy mit mondjak, egy fél generáción keresztül tényleg föl tudja emelni a magyarságot odáig, hogy fölismeri a feladatát, és végre is tudja hajtani, és vállalni is tudja, ami egy nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz feladat. De nem lehetetlen. Tehát annyi csoda történt már a magyarság történetében, hogy egyáltalán nem kizárható. Tehát én még mondjuk ezt a dédunokámat, én még azt mondom, hogy ő még meg fogja érni. Én már nem valószínűleg, de ő igen. Már lehet, hogy az unokám is. Azért ilyenban is bízom. Tehát lényeg az, hogy ez nem tudom, követhető volt, tehát egy fantasztikusan sűrített, minden ízében jól érthető, és ezt próbálj meg, jól érthető üzenetről van szó, amit ha nem tudok megemelni és ezen a szinten érteni, semmit nem értek meg, még abból sem, hogy a Jóisten már megint sújtja a magyarságot, sújtja a rossz sebet. Megpróbáltatás. Tehát azt jelenti, hogy döbbenj már rá, hogy eddig hol nem bíztál eddig magadban. Látod, itt van a következmény. Aztán eltúloztad, tulajdonság pedig nem tőled való, hanem tőlem való, mondja az Atyaisten. Hát akkor meg mit ágálsz vele, vagy miért a többi rovására akar? Tehát annyit kaptál ajándékot, azzal kaptad, hogy nem magadnak használt föl csak, hanem adjál másnak is. Te meg mit csinálsz? Elkezdtem büszkékedni vele. Hát menj a fenébe akkor. Akkor kapod az első Trianont. Aztán megint nem térsz észre, akkor kapod a második Trianont. Tehát ezzel nem lehet, hogy mondjam, ezzel a mindig másba keresem a hibát. Már végén a Jóistenbe keresed. Hagyd már abba ezt. Na, akkor tehát a naphős, ez minden antikvitásban született, és hát hogy mondjam, egy ilyen hős történet, mert van más típusú is, mindig a naphős a főszereplő. Tehát Orestészt nyugodtan helyére tudjuk tenni, mehetünk már is tovább, és azok a játékok, amiket ott alatta láttunk, hát tulajdonképpen azoknak a keretében folyik, mert ezeket is leírja, vagy elmondja a hívják. Az előző, most már nem menjünk vissza, de ott láttuk, hogy ilyen erőpróbák vannak. Na és ezeknek a végjátéka, ahogy elmeséli a nevelő, az a kocsi verseny. De előtte minden ilyen vetélkedőt végre. És mindegyikben nyert természetesen Orestész, és ezért aztán nagyon meg is szerették. Tehát minden, ami a naphoz tartozó foglalatosság, szépen elmondódik. De már Szofoklésznél hangsúlyozom. És ez fontos tétel. Na most a holdnál pedig hát végig a vizek. Tehát hát nyilvánvaló, mi állandóan tengerre hivatkozunk, de nem igaz. Hát az, hogy a nő egyáltalán havonta tisztul. Hát ezt a folyadékot is emel és sülyezti. Tehát egyáltalán agyoperációt már középkorban tilos volt a növekvő hold második szakaszában, és utána még a fogyóholdnak is az első szakaszában. Szigorúan tilos volt teli holdnál. Miért? Mert kitölti az agy a koponya üreget. És hát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy mellé vág. Egy picit túlszalad. Tehát, de én úgy tudom, hogy ezt még ma is tartják. Tehát agyoperációnál, ha egy mód van rá, és ha nem nagyon idióta ami egyébként sajnos főorvosnál előfordulhat. Már alorvosnál már nem annyira, de azért még előfordulhat. És nem büntetik. Tehát nincs ilyen, hogy akkor nem szabad. Szabad. Hát szabad egyébként, tudjuk, hogy bizonyos százalékát szabad
az operációknak elrontani is. Nem büntetik. Megvan, hogy hány százalék. Nem tudom, százalékban vagy ezrelékben számolják, de nem csodálkoznék, ha százalékban számolnak. És akkor azért semmi, mert semmi benne van a százalék. Tetszik látni. Hát ezt már tavalyról hoztuk át, hát tavaly egyel kevesebb volt. Szóval nem is akarom ezt méltatni. Na, lényeg, mehetünk már is tovább. Tehát ez egy tulajdonképpen egy pattogó dolog. Na most a merkúri tulajdonságra ez a kétarcúság a jellemző. Ez legpontosabban az ikrek tulajdonságban jelenik meg. De rá például nagyon jellemzők, tehát ez a vándorlás és az információnak a legváltozatosabb cseréje. Na most az információ csere az is, hogyha én például most zsebtolvaj vagyok. Információt cseréltem. Merkur az, és ugye az ő előzmény a görögöknél Hermész. Tehát ez azt jelenti, hogy ő bizony a tolvajoknak is, meg a kereskedőknek is. Az Istene. Hát milyen kereskedő az, aki nem tolvaj? Tehát tehát ennek az erkölcse, ez az ügyeskedésen alapul. Tehát én ügyesen, miért? Mert kicsi vagyok, és nagyon hát a jelenlegi kereskedő minden csak nem kicsi. De egyszer elfajult. Egyébként ez a tulajdonságrendszer, ami jelenleg a bankvilágon keresztül működik, ez már nem merkúri, vigyázat. Ez már begyűjtés, őrizés. Ez Szaturnusz. Szaturnusz pedig az ókor óta egy bizonyos néphez kötik, de én azt nem merem kimondani. Tehát az egy egészen más, de ott helyén van a bank, helyén van, bocsánatot kérek, oda tartozik. Más kérdés, hogy szabad-e ekkora uralmat biztosítani neki a világban? Az már egy gyilkosság az emberiség részéről. Tehát minden esetre ez a kétarcúság. És ez azt jelenti, hogy a szereplők közül teljesen egyértelműen ez a bizonyos Elektrának a húga, ez a Chrysothemis nevezetű hölgy, ez egy kicsit ide is húz, egy kicsit oda is. Tehát őt beengedik a palotába, bemehet, sőt, Elektra megpróbálja rávenni, hogy ha már benn vagy, ugyan már tedd meg azt a csekély hívszíveséget, hogy akkor megölöd az Ágisztuszt. Mire ő azt mondja, hát én kicsi vagyok, gyenge vagyok, nem tudom, ismerjük ezt. Tehát amikor arra hivatkozik, hogy ő gyenge, de nem mind bolygóban gyenge, mint ember gyenge, nem tudom, értető. Tehát nem vállal nagy kockázatot. Hol láttak már olyan kereskedőt, aki nagy kockázatot vállal? Na, szóval ennyit erről. Tehát minden esetre Chrysothemis. Tehát ezek annyira kristálytiszta szerep azonosítások, hogy tényleg az ember már szégyelli magát, hogy ennyit beszél hozzá. Mehetünk tovább. A következő Vénusz, és akkor itt bizony föl van adva a lecke. Tudnélik, az ókorban, hát ugye Vénusz az ókor óta, inkább így mondom, osztályozzák, mint tanárbácsi a diákokat, osztályozzák ezt a hét bolygót. Ez a hét bolygórendszer, amiben benne van a nap is, a hold is, tehát ez nem a jelenlegi csillagászat bolygórendszere, tehát ne felejtsük el. Na most, osztályozzák, tehát adva van egy nagy jó, adva van egy kis jó, adva van egy közömbös, adva van egy kis rossz, és adva van egy nagy rossz. Ez így öt. És van a nap és a hold, amik e fölött van. Tehát ez nem osztályozható ilyen egyszerűen. Na most elmondom, hogy melyek ezek. A nagy jó az a Jupiter, a kis jó az a Vénusz. Ezeket úgy nagyjából azért lehet érteni. Tehát más kérdés, hogy én ezzel például nem tudok egyet érteni, mert mindegyik bolygó tud jó is lenni, meg tud rossz is lenni. De mindegy, ez egy hagyományos elnevezése. A közömbös az a Merkur. Tehát őt láttuk az előbb. Kicsit ide, kicsit oda. A kis rossz az a álhős, tehát az a Mars, és a nagy rossz az bizony a Szaturnusz. És itt nincs visszabeszélés, hogy na, ugye mondtam, hogy antiszemita. Ki mondta? Én? Ne hülyeskedjem. Hát ez az antikvitás óta teljesen egyértelmű. Tehát itt nincs mind vitatkozni, vagy mit tudom én, besározni valakit azzal, hogy ilyen vagy olyan anti, vagy tóni. Na, tehát lényeg az következő, itt a kis jónál tartunk. Tehát az első kettőt azt nem tudtuk beosztályozni, a Merkurnál viszont a közömbösnél tartottunk. Itt viszont a kis jó jön. És a kis jónál, hát végig a szeretetnek a kérdése merül föl. Tehát a bikának, mert mind a kettőnek, a napon és a holdon kívül azoknak mindegyiknek egy-egy otthona van. Na de innentől kezdve, a Merkurtól kezdve, mindegyiknek kettő otthona van az állatönben.
Tehát az előbb láttuk ugye az ikreket, az egyik otthonnak a szüzet meg a másiknak. Tehát a kriszotemis szigorúan szüzen marad. És lehet látni, nem is lesz belőle anya. Tehát nem fog abból ki tudni kimozdulni. Ő pedig a kiegyensúlyozottság, tehát a mérleg és a bika. A bika meg a buja Vénusz. Most érdekes, mindenki a buja Vénuszt jegyzi meg. Tehát a Vénusz az nem csak azt jelenti. Az a kiegyensúlyozott, csendben folyamatosan égő szeretet. Tehát tulajdonképpen a házasságnak ez az alapja, nem a bujaság. Hát jelenleg az egész a szerelmet csak a szexre, illetve azonban is a pornóra érték. Nem így van. Nem így. Ez még a buja Vénusznak is egy elfajult változata. Hanem ez biztosítja a megbomlott harmóniának a folyamatos visszaállítását. Tehát ő ennek is a felelőse, ez a mérleg Vénusza. De ezért van az, hogy egy kosnak a szellemi, hogy mondjam csak, ilyen nagyon agresszivitásához ilyen is kell a testiségen belül egy ilyen harmóniát biztosítani. Itt a mérleg Vénusznak kell működnie. Na, tehát lényeg az, hogy ennek a képviselőjét olyan valakiben kell megtalálni, akit nem olyan egyszerű. Mert ugyan személyként egynek tüntetik föl, de az antikvitásban, tehát például a Szofoklésznél, de a Aiszkrosznál is, Euripidésznél is, több személy. Általában 13 személy szokott lenni, de Szofoklész, éppen Szofoklész fölemeli a számukat 15-re. Na most kiről beszélek? Ki az, aki állandóan vigasztalja Elektrát? Aki lebeszéli róla, hogy összevesszen a húgával, mert aztán keményen meg, hát összevész Kriszotemisszel, ha nem, ez nem hajlandó ugye végrehajtani a Égisztusznak a meggyilkolását. Tehát, és kibékítők, nagyon szép szöveggel, tipikusan ez a mérleg, kiegyenlítő szöveg. Két ilyen szöveget is idézek a könyvben. Na most, ki ez? Nem fogják kitalálni, én se találtam ki egyébként, tehát majdnem azt mondom, hogy a legvégén, maradékként már a kórus. És már Bodemisszánál már kórus vénasszony. Tehát ő már nem 13-azik meg 15-özik egyetlen személy. De Szofoklésznál is egyetlen személyként beszél a kórus. 15 nő kórusban egyes szám első személyben. Tehát nem többes számban. Egyes, mintha ő egy lenne. És nagyon nagy különbség, most azonnal próbálom észrevetetni, hogy Szofoklészhez képest megint mi az, amit Bornemisza változtat. Hát ne felejtsük el, hogy ha én a kis jó tulajdonságait 15-en egybehangzóan képviselem, akkor azt jelenti, hogy egy közösség képviseli a jót. Bornemisza korában magányos lett. Nem is nagyon figyelnek rá. És nagyon érdekesek a belső szerep apró módosulások is. Tehát megmarad a kiegyenlítő, a jobbító szerepe, de magára marad. Na most ez nagyon nagy tragédia. Tehát hogyha a jónak a képviselete magányossá válik, akkor bizony hosszú távú lesz a javulás. Az nem egy-kettő. Egyébként reménykedünk. Tehát mi jelenleg nagyon közel állunk ehhez a helyzethez, de nem reménytelen a helyzet. Na, menjünk akkor tovább. Tehát ő a Vénusz, ez a kórus volt. Akkor hát a Marsra nem nehéz rájönni, mert hiszen ez álhős. Tehát azt jelenti, hogy valakit helyettesít, véres, tehát harc, de ne felejtsük el, hogy a Mars az... Amikor erőben van, akkor ő falat tör át. Tehát ez a magma van erőben. Egyébként az otthona nem a mag, hanem itt látjuk a skorpió és a kos. De mindenképpen áttör. Hát tudjuk, faltörő kosokat csinálta, nem faltörő elefántot, vagy faltörő bivajt, hanem kost. Annyira fontos. Na most tehát akkor mi a feladata? Van még valami, ami ennél egy kicsit könnyebben áttörhető, de nem olyan könnyű. Most a Marsnak tehát az életadás foganatosítása. Defloráció, ezt így nevezik latinul. Tehát és bizony erre használják a drámában is. Tehát már Szofoklésznél. Aztán ez marad a szerepe tulajdonképpen a Bornemisza drámában is. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen nem ő maga ül,
hanem Clytemnestra, és most már nincs több szereplő. Mehetünk tovább, ja, de még kettő van. Jó, tehát ő Aegisthus, tehát ő a szerető, akivel együtt gyilkolja meg a saját férjét, Clytemnestra. És akkor a nagy jó, hát ő a nevelő, teljesen egyértelmű, elejétől végig segíti az életet. És ráadásul egy nagyon érdekes fordulat van, a legelején a drámának Szofoklész elmondat bizonyos előzményeket. Tehát az rögtön első jelenetben hárman jelennek meg, Orestész, Pylades, a Pylades egy néma szerep, tehát ő egyáltalán nem beszél. Majd látjuk, hogy ennek vannak következményei, tehát lényeg az, hogy és a nevelő. És a nevelő elmondja az előzményeket, mintha most hallaná először, ugye Orestész pedig, hát Orestész jelzi, hogy hát igen, bizonyos dolgokat ő már ebből tudott. És ami nagyon lényeges, Bornemisznál a legvégére kerül. Tehát szabásan fejre áll a dramaturgia, már látjuk az egész dramaturgia, fejreállott világban vagyunk, ne felejtsük el. Itt a kosban voltunk, most egy halakban vagyunk, és az is éppen a fejreállás stádiumában. Na most, ami ebben az esetben mondjuk a nagyon lényeges, tehát az, hogy a legvégén ez a bizonyos beszámoló, ez olyan tulajdonságokat hoz felszínre, amik teljesen, mint egy igazolják visszamenetek, hogy nem olyan egyszerű ítélkezni a elektrodrámában, hogy most akkor ki az igazán bűnös, ki az igazi áldozat, és tehát ugyanis nem olyan egyszerű. Mert ő elmondja, hogy milyen előzményekre megy vissza, de ő ezt a legvégén mondja el. Miért? Azért, mert nehogy már erre próbáljuk visszavezetni azokat a cselekményeket, amik a mi korunkban játszódnak le. Ezzel ő csak mintegy az egésznek a kuszaságát tudja érzékelni. Miért? Hát mert ezek, ne felejtsük, az elődjeik. Ezek egymást főzték meg, tehát egymás gyermekeit főzték meg, bocsánat, és etették meg apukával, anyukával, nem tudom, érthető. A másik meg a sógornőjét szeplősítette meg. Nem tudom, tehát végig minden generációban történt egy vérlázító aljasság. Tehát tulajdonképpen mindenki hivatkozhat valami olyan erőzményre, hogy most mit beszélsz nekem, te Elektra, mondhatja az anyja, hát nézd meg, a harmadik ősöd mit csinált. Én meg megettelek téged? Nem ettelek meg. Na hát akkor meg, nem tudom, tehát érthető-e, hogy de Bornemisza Péter nem engedi, hogy ezekre hivatkozva fölmentse magát a saját kortársa. Nem tudom, érthető-e. Teljesen más a szituációja a kortársaihoz, mint egy Szofoklésznek a saját kortársaihoz. Persze, mert egy teljesen drámai helyzet. Hát Szofoklész az aténi hát városállam csúcsán fogalmaz. Tehát akkor volt az Atén a történelme legmagasabb szintje. Tehát a perzsa háborúk után. És hát annak megfelel. És hát egy ismert történetről van szó. Tehát mások is földolgozták már, ismernek mindent. Itt egész más a helyzet. Maga a történet nem kell, hogy ismerős legyen, és minden tanulsága mának kell szóljon, nem a Krisztus előtt élt. Senki nem azért hallgatja, hogy most, tudom én, az antikvitásban tájékozottabb legyen, hanem hogy most akkor mi lesz egy gyilkossal. Most nagyon nem akarom szaporítani a szót, tehát nagyon lényeges, hogy viszont ő nagyon ismeri a múltat. Tehát itt arról van szó, hogy ő igenis föl tudja sorolni most már visszamenőleg, hogy hol voltak a történelmedben azok a gaztettek, hát amiket te most szépen, te ezt a gaztettet te örökíted tovább, ezt a gaztettet ő örökít, nem tudom, érthetően. Tehát rámutat arra, hogy azért vigyázzatok, hát az örökségeteket is át kell nézni. Mert ott rejtőznek ezeknek a ma elkövetett hibáknak hát a gyökerei. De ezt nem az elején mondja el, mert akkor ezt mindent arra vezetek vissza. Nem. Először rámutatok, hogy mi történik, és aztán arra, hogy na most ezeket próbáljátok gyökerénél megfogni a múltatokban. De nem fölmenteni magatokat. Szó se lehet róla. Mehetünk tovább. És hát az utolsó a Szaturnusz. Na most hát ő a legkülső bolygó, tehát tudjuk a leglassabb mozgású. Egyébként kumulál benne, tehát összpontosul benne a tudás is. Tehát például a magyar népmesében ezt az öreg koldus képviseli.
Hát bizony a mesehős az nem rugdossa a koldust, nem antikolduskodik, hanem ad neki, nem tudom, értetően. Tehát itt vigyázat, mert a mesehős az ingyen kegyelmet ismeri. A koldus nem köteles ismerni, a Szaturnusz. Viszont a legkisebb hibáért és a legszigorúbban büntet. Tehát az, ott kegyelem nincs. Tehát egy nagyon lényeges dologról van szó. Tehát azt tudni való, hogy ezek az erőben létek, a hirtelen föllömbanó, az nem azonos az otthon léttel. Otthon ő a bakban van, megfog. A legszűkebb élettérben meg kell tudni maradni. Tehát egy bak gondolkodás rendszerében egyetlen vezérelve van, a túlélés. Nem tudom, ismerik ezt a kifejezést. Na most egy magyar sohasem túlélni akar. Mert abban benne van, hogy túl, na de kit? Nem tudom, értető. És milyen áron? Nem tudom, értető. Tehát mi élni és élni hagyni. Ez egy teljesen más viszonyulás az élethez. De ő túlélni akar, és ezt most általánosan hirdeti. De egyfolytában. Mint az emberiségnek most már csak ebben kellene gondolkodni. Nem igaz. Ugyanis ha én túlélni akarok, akkor úgy már nem érdemes élni. Mert az már nem ember élet. Az már egy rovarnak az élete. Vagy egy, hogy mondjam, vírusnak az élete. Na ennyit erről. Tehát ezeket azért jó tudni, mert ugyanakkor a vízöntő. Tehát lehet látni, hogy gyerekek azért itt vigyázzatok, mert a vízöntő is hozzátartozik, és az egész történet a vízöntő körül játszódik. Tehát nehogy már azt mondja valaki, hogy a Szaturnusz az nem fontos, meg hogy dehogy nem, nagyon-nagyon fontos. És hogy a maga szerepkörében tudjuk értékelni, ahhoz hozzátartozik egy, hogy nem lebecsülni, rendkívül fontos, mind a két szerepe, a megőrző is, meg az is, hogy föloldja. Tehát teljes egészében energiává oldja föl azt, amit mi anyagformájában tudunk tapogatni az életben. Mert ez a vízöntőnek a sajátossága. Tehát nincs jelen benne, a por az nem azonos vele. Tehát itt van, aki őriz, ugye ez maga a jelenlevő valaki, aki majd bosszút fog állni, mert ő a nagyon a bosszút állja. Tehát a bosszhoz kifejezetten hozzá tartozik. Viszont ott van a föloldott dolog is. Tehát föl lehet oldozni. Na most a ókorban ez a nemzedék, tehát a Szofoklész nemzedéke nem ismeri a feloldozást. Nagyon érdekes, hogy amennyiben Bornemisza Péter, hát hogy mondjam én, a maga korának erkölcsiségét már teljes értékűen tudta volna követni, ne felejtsük el, ő egy tanuló ekkor még. Tehát ő kinn a Bécsi Egyetemen tanul, és még csak nem is teológián. És az ottani nemes ifjaknak írja ezt. Tehát ebben még azt a fajta feloldási módot, amit Szofoklész nem is adhatott meg. Miért? Mert az az ingyen kegyelemhez tartozna. Nem adhatta meg. Szofoklész korában még ez a fogalom teljesen ismeretlen. Tehát azt jelenti, ez a krisztusi áldozattal jelent meg konkrét formában a Földön. Ezért nem lehet elítélni az ókori görögöket, egyszerűen mint fogalom nem jelent meg. De ha még megjelent volna is, nem volt foganatosítója, tehát aki bebizonyítja, hogy ez egy élhető valami. Nem könnyű, de végül is élhető. Tehát viszont Bornemiszát az ember egy kicsit elvárta volna. Mert azért ne felejtsük el, hogy már egy-két év eltelik, még egy kicsit ő kimegy Nyugat-Európába, sőt, hát még Itáliába is járt, tehát a reneszánsznak az időszak, vagy a korába is, vagy a helyszínére is, meg a reformációnak a helyszíneire is. Mert északon már a reformációnak. Hát ő nem lett református soha, tehát ő evangélikus volt végig, azon belül a legmagasabb szintre eljutott, tehát szuperindentes szintre, de a felvidék általában nem ment el a reformációig. Nem általánosítható a képlet, de általában az evangélikusnál, tehát a luteránusnál megállt. És tulajdonképpen a Tiszántúl volt az első sorban, amelyik a református. Már a közének is a déli része, de elsősorban a Tiszántúl. Tehát de semmiféle ilyen egymás csépelése nem történt köztük, csak azért úgy lehetett érezni, hogy vannak különbségek. Vannak. Tehát ők megálltak egy bizonyos ponton. Ezt most nem részletezem, mert ahhoz más tényleg nincs időnk.
De tanulságos, és benne van a könyvben. Tehát ezeket nem érdektelen azért végigmenni. Tehát mi folyamatosan úgy vesszük, hogy ha egy közösségben az elmúlt mondjuk, mit mondjak, egy a 300 évben, hát ahonnan pontos adataink vannak, ha mondjuk három vallás felekezett, tehát a római kereszténység vagy katolicizmus, mondjuk a református meg az evangélikus, de akár még az unitárius is, bár az ritkán volt már ennyire együtt élt, melyiket nevezték magyar vallásnak? Kivétel nélkül mindenütt. Kizárólag a reformátust. Mert ez kemény tény. Semmi köze nincs ahhoz, hogy az ember melyikkel szimpatizál. Ez egy kemény tény. Tudnék, a magyar reformáció, aminek a nyomai ott vannak a mennyezeten, és amit nem fogad el a jelenlegi egyházvezetés, az tényleg magyar gyökerű. De ami uralkodó lett a református vallás vezetésben, az nem ez, hanem az import kálvinizmus. Na most, aki az import kálvinizmust egy pillanatig is összetéveszti a magyar reformációval, az minden egyéb gazemberségre is képes. Semmi lényegi kapcsolatuk nincs. Az egyiknek a gyökerei a hazai hagyományban nyúlnak, és közelebb áll egy magyar református, egy magyar katolikushoz, mint egy import kálvinista, egy Rómába, és csak is oda tájékozódó katolikushoz, magyar katolikushoz. Ezt egy gyönyörű, rövid tanulmányban kifejti egy úriember, állandóan hivatkozom a tanulmányára, érdekes, félnek tőle, nem merik olvasni. Dezső Tibor Attila írta, és az a címe, hogy a magyar nép egész kötőjessége. Tehát az egymásra utaltságnak a tipikus esete a magyar katolikus és a magyar református. És azokat a ritus elemeket, amiket ő felsorol tényszerűen, nem is ismerik Rómában, a katolicizmus keretében. Nem is ismerik. És nálunk pedig egészen a legutóbbi időkig még élő gyakorlat. És csak ha kifejezetten tiltják, akkor vonul vissza. Azt mondom, hogy megszűnik, visszavonul. És egyetlen egy apokrif imádságot se lehetett római forrásból megmagyarázni. Tehát ismerjük az apokrif imádságokat. Semmi. Próbálják mindenféle rabulisztikával, nem megy. Nem ott van a forrása. Tehát hangsúlyozom, a magyar katolicizmus a magyar reformációhoz közelebb áll, mint a római és csakis római, a genfi és csakis kálvini. Tehát amiknek már aztán, azok már lőnek egymásra. Hát persze, mert uszítják őket naponta. Tehát már is mehetünk tovább. Azt tudják ugye, hogy már régen túlléptünk minden határidőt. És akkor itt most csak egy ilyen összesített kép, ezt én most már hadd ne elemezzem, hát mindegyik szerepet végigvettük, úgyhogy menjünk már is tovább. Jó, és akkor egy nagyon fontos tételről van itt szó. Tehát ez az a ábrája ennek a bennünket körülvevő univerzumnak, ami most már nem csak asztrológiai, tehát asztrál mítoszinak, hogyha most kiterjesztem a jelentéskört, hanem a vallási világképnek is. És nagyon érdekes, 1300-as években vagyunk most francia területen, és már tessék megnézni, az uralkodó már a Szaturnusz. Tehát elindul a bankuralom, 1300-as években már nagyon pontosan lehet tudni, ott indul el annak a végén, és elkezdik besározni Jupitert. Már zsarnok, már rajta áll valaki. Na ez az, amit soha nem csinál egyébként Jupiter. Tehát soha nem aláz meg valakit, és soha nem tapos el. Nem tudom érthetően. Már elindul. Tehát már lehet érezni, hogy itt készítik szépen elő a talajt. Mert az összes többi tényleg egészen szépen van értelmezve. Tehát ha egyáltalán valaki triumfál a másiknak a letaposásán, az mindig a Szaturnusz, soha nem a Jupiter. Tehát elindul a kettőnek a kijátszása egymással. Mehetünk már is tovább. De ami bennünket most talán legjobban érdekel. Ez még, ha jól emlékszem, egy századdal korra, nem, ez is 1300-as évek. Tehát ez Pádovában van, a keresztelő kápolna. Nem is a keresztelőnek, hanem a Santónak, tehát ez a Szent Andrea, a
San Antonio fő székesegyháznak az egyik kápolnájában van a mennyezeten. Teljesen egyértelmű. A Föld a középen, és maga a Teremtő dönt e felől. Tehát egy olyan világkép, amelyben nem bolygó tulajdonságként jelenik meg a Föld, hanem az üttörténet gócaként, nem tudom értetően. Tehát nem az Alfa Cetibe születik be a megváltó, hanem a Földre születik be a megváltó. Tehát az egész üttörténetnek ez a központja. És ez nem csillagászati kérdés, hanem üttörténeti kérdés. De ebben a korban, és még elég hosszú ideig, nincs külön üttörténet és külön kozmológia. Tehát a kettő először éppen a reneszánszban kezd el szétválni, de igazából és teljes és máig hatóan az úgynevezett felvilágosodás korában. Hát amitől kezdve egyszerűen szekularizálódik mindaz, amit a csillagos égről kozmológiai értelemben mondunk, és le van tiltva az, aki ebben bármilyen üttörténeti vonatkozást akar érvényesíteni. Nem tudom, értető. Amenjen a templomba. Tehát mintha itt vagy egy gyökerétől különböző dologról van szó, aminek semmi köze egymáshoz. Így tanítják ma? Persze. Hát miért mond, ezt tanítanák jól? Semmi. De és mind a kettő ezen szenved, tudni, az a szemlélet, amivel a mai csillagászat dolgozik, az éppen ettől gyökereik hamis. Bármilyen furcsa. Ezt különböző oldalról próbálgatják magyarázni, teljesen miért? Mert bevetít a mindenségbe egy mechanikus képet. És ami ahhoz igazítható, az számon tartja. Ami ahhoz nem igazítható, tehát annak a keretrendszerében nem fér be, számára nem létező. Az tudománytalan, második fokozatban már elítélendő, aztán örülhet az illető, a mágiára nem küldik. Tehát egy nagyon lényeges dologról van szó, mi nem a tényeket ismerjük ma tudományos alapon, hanem egy klisének megfelelő tényanyagot sajátosan csoportosítva, nem tudom érthető-e, rendkívül fontos tétel. És mi erre tervezünk űrutazásokat, erre tervezünk jövőt, erre hivatkozva teszünk tönkre életlehetőséget a Földön, mintha ez majd automatikusan megoldható, bizonyos B-variációkkal, ha jól idézem. Tehát aminek semmiféle valódi tény alapja nincsen. Tehát minden esetre egy nagyon fontos tételről van szó, amit a végére hagytam, mert azt hiszem, hogy most már nagyon több már nem fog beleférni ebbe. De ami az egésznek tulajdonképpen az eddigiek kulcsa is, meg hát az esetleges folytatásnak is kulcsa lehetne, az, hogy mi változik meg ebből a képből, mi változik meg Bornemisza Péter korára. Kérném a következőt, tessék parancsolni. Kopernikus elvtárs. És a Föld pedig egy periférikus jelenség a bennünket körülvevő mindenségben. Nem tudom, értető. Tehát még csak nem is a legfontosabb a bolygók közül, hanem egy valahol a jelentéktelenebbek közül. Na most, ezt lehet csillagászati, tehát tudományos értelemben előrelépésnek nevezni. Lehet. Semmi gondom nekem nincsen ezzel, de hogy ez a teljesség értelmében, tehát amikor én már tényleg teljességben gondolkozom, nem csak egy részterületben, akkor ez egy nagyon határozott visszalépés. Tehát a tájékozódásomnak egy drámai beszűkítése. Na most mi történik, mikor történik ez? Ez 1543-ban. Tehát majdnem, hogy 15 év telik el. És már megjelenik, és itt van a döbbenet, hogy megjelenik egy olyan szereplő a magyar elektrában, aki nem szerepel Szofoklésznél. Egyáltalán nem szerepel. Szofoklésznél van egy néma szereplő, de ez a szereplő, akit megjelenik, nem néma. Ennek nagyon is megvan a maga szerepe, és rendkívül fontos szerepe van. És hogy nevezik? Parazitus. Tehát ő az, aki színre lép, és ő az, aki teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy a magyar elektra nem Szofoklész elektrájának a fordítása. Na igen, de önmagában ez még kevés lenne, úgyhogy azért végigszaladunk még egyszer
a dolgokon, ugyanis ehhez, hogy Parazitusnak a szerepét valóban meg tudja hitelesen rajzolni, az egészet fel kellett fordítani. Tehát az egész dramaturgia felépítése 180 fokos fordulat. Na most ezt már nem nevezzük fordításnak, csak hogy érthető legyen. Teljesen új szöveganyagokkal, a régieknek módosításával, ez szerint a dramaturgia szerint, úgyhogy felejtsük el, hogy ez fordítás. De ezt mindjárt a részleteiben is tárgyaljuk. Tehát mit jelent Parazitus? Hát gondolom, hogy szövegismerős, hát ezért is került a címlapjára a könyvnek, ugye ez a hírhet parazita. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a új fölállásban most már a 7 bolygóhoz besorolt bolygónak a Föld. A Föld nem volt benne, semmilyen korábbi korszakban nem volt benne a 7 bolygórendszerben. Miért? Mert nem tartozik hozzá. Tehát a központot nem lehet egynek a sok közül besorolni. Nem tudom, érthető. Na de hát a nap a központ. Milyen nagyságrendben, te szerencsétlen. A másik meg, hogy tudsz a nap központjából vizsgálódni? Vagy a felszínéről? Hát ne hülyeskedj már. Hát minden adatot úgyis ide kell vonatkoztatni. És innen elindulva lehet csak elérni. Akkor meg mit szórakozol vele? Hát a nap épp úgy nem központja egy tágabb rendszernek, mint a Föld. Hát ez a Fred Hoyle annak idején, aki egy elég híres kozmológus, tehát ő nem csak ilyen science fictioneket írt, hanem kozmológusra, a legkiválóbbak közé tartozott a 20. században. És ő leírja azt Stonehenge-től a Modern Kozmológiáig című könyv, ez le van fordítva magyarra is. És leírja, hogy ne értsük már félre a dolgot, hát a kopernikuszi fordulatnak semmi jelentősége nincs, tágabb, hogy mondjam, kozmológiai vonatkozása. Semmi, teljesen mindegy, hogy én ezt napközpontúnak vagy földközpontúnak tekintem, mert csak a legszűkebb környezetben jelent valamilyen változást. És minden eredményt úgy is ide kell vonatkoztatni, és innen kell tudni hitelesíteni vagy cáfolni. Tehát ehhez képest minimális az a különbség, hogy én most kihelyezem a földi környezetet, tudom én, egy űrhajóra, vagy egy űrszondára. Tehát a lényegen semmit nem változtat. Tehát üttörténeti értelemben teljesen megváltozott a világképe, levált az üttörténet róla, és ezáltal a földnek a jelentősége, most ez az, ami nagyon lényeges, földnek a jelentősége központból perifériára szorult. Igen ám, de ugyanekkor, 1500, ez most 43. Két évvel vagyunk, 1541 után mi történik? Buda elesik, három része szakad az ország. Mi történik Magyarországgal? Központból perifériára sodródik. Nem tudom, érthető. Tehát egy kozmológiai jelentőségű, soha senki erre nem figyelmeztetett Bornemisza Péteren kívül. És a legfontosabb figyelmeztetés, nem lehet büntetlenül központi szerepből perifériára taszigálni minőségeket. Miért? Mert akkor a parazitizmus válik azon uralkodóvá. Nem tudom, érthető. Tehát megjelenik Parazitus. Nem tudjuk kiküszöbölni. Abban a pillanatban, ahogy én a matematikát, illetve hozzá kapcsolódó úgynevezett természettudományokat tekintem meghatározónak a világképemben, abban a pillanatban egy úgynevezett dihotómiai rendszer betolakodik, tehát nincs lélek, csak szellem van és test, van utasítás, van végrehajtás, van szoftver, van hardware. Nincs, ami egyensúlyba hozza, és nincs, ami indítson. Áldozatról szó se lehet, erkölcs, mint olyan kiiktatódik, és akkor azt mondják, jó, hát ez most következtetés, nem biztos. De nagyon biztos. Miért? Két okból. Először is. Ennek az előzménye 1400-as évek végén már megjelenik. Hogy? Úgyhogy egy Machiavelli nevezetű úr megírja a Fejedelem című munkáját, amely olyan, mintha jelenleg Trump elvtársnak mondaná meg, hogy kell viselkedni. Teljesen egyértelműen. Vagy mondjuk egy másiknak, most nem akarok neveket sorra mondani. Tehát egyszerűen az erkölcs nélküli politikai magatartásnak az összes konkrét példákkal ott van. Tehát előkészített a terep. Kettő, egy olyan elmélet megjelenik, ennek a dátuma megint egy jelképes dátum, 1526. Ez a később Lord Greshamről elnevezett törvény,
ez egy Thomas Grahamnek nevezik, ezt mai napig is az ő nevén emlegetjük, pedig nem ő fedezi föl. Csak kisajátítja. Hanem meg fognak lepődni, én is meglepődtem. Tehát a lektorom figyelmeztetett rá. Nevével együtt benne is van a könyvben. Egyenes idézetként a lektortól, hogy álljon meg a menet. Kopernikus fedezte föl és publikálta először a Gresham törvényt. Nem tudom, értető. És hogy szól a Gresham törvény? Egyenesbe idézi, rajta van az interneten, tehát le lehet tölteni. Nyugodtan Grahamnek, Grahamnak írja le. Már ott Kopernikus Gresham törvényként jelenik meg. Tehát mi ennek a lényege? Ha egy zárt körben, nem tudom, emlékszünk-e még én a zártságra, mennyire hivatkoztam. Tehát kis csoportokat zárt körben tartani. Na most miért? Mert ez a törvény csak zárt rendszerekre érvényes. Erre majd nincs is zárt rendszer. Jó, a te fogalomkörödben nincs. De ha én ezt most egy osztálynak tekintem, tehát egy iskolai osztálynak, és kétféle értékrendet érvényesítek, ezt még Kopernikus is, meg Gresham is úgy fogalmazta, hogyha egyetlen országon belül egyszerre kétféle pénznem van forgalomban, akkor törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobb. Akkor ők ezt még bizonyítani nem tudták. Ma már tudják bizonyítani, de nem tanítják. Honnan tudom? Mert az unoköcsém, ez tényleg unoköcsém, tehát nem most fiktív személy, ő a közgazdaságtanár, akkor még ezt közgazdaságtudományi egyetemnek hívták. Most már nem tudom, szerintem Corvinus Egyetem. Tehát lényeg az, hogy benne volt a tananyagban, de nem tanították nekik. Tudik, teljesen pontosan tudja mindenki, aki foglalkozott vele, hogy ennek az érvényességi köre nem áll meg a pénzvilág határán. És leglátványosabban és legpusztítóbban nem is a pénzvilágban jelentkezik, hanem a kultúra világában. Tehát azt jelenti, hogy én egyszerre ebbe az osztályba egyetlen olyat csak beteszek, aki egy másságot képvisel, egy alacsonyabb rendű, agresszívabb, bármire, hát hogy mondjam, kapható, már csak otthonról hozott hagyománya révén is, mert tudja, hogy bármilyen konfliktus támad ebből, csak a másikat büntethetik meg. Nem tudom, érthető. A Gresham törvény működik. És a legaljasabb módon folyamatosan a tanügyben. Ma is, sőt, ma felfokozottan. Tehát ebben semmiféle rendszerváltás nem történt. És belátható időn belül nem is várható. Tehát ezt nekünk kell megoldani. Tehát a gyereket föl kell készíteni rá. És igenis ezt is túl fogjuk élni, de nem szenvedés nélkül. Tehát ez az már egy nagyon kemény. Ugyanis módszeresen rohasztják az almáinkat. Nem tudom, érthető. Na, akkor ennyit erről. És erre nem az a válasz, hogy én akkor őket egyfolytában szidalmazom, gúnyolom, rugdosom és így tovább, mert már kész van rá a vád. Hogy akkor nem ő benne van a hiba, hanem én bennem, hogy ezt szóvá teszem. Miért? Mert akkor én egy Antalnak a kicsinyített változata vagyok. És ez akkor már pontosan lehet tudni, hogy ez elindít egy bizonyos lavinát is. Akkor már nem őt fogja fegyelmezni, hanem engem fog eltapolni. Így is meg lehet oldani kérdéseket. Tehát egy nagyon fontos ügyről van szó, ugyanis ebben, nem tudom, észrevettük-e, hát itt gyakorlatilag egy néhány évtizeden belül zajlanak le a dolgok. És erre az egész világirodalomban se előtte, se utána nem mutatott rá senki. Tehát Bornemisza egy egészen elképesztő magaslat a művelődés történetben, alig győzik elleplezni. Sehol, tehát az ember körülnéz, hogy na, akkor de biztos, akkor a franciák is fölfigyeltek, de eszük ágába sem volt. Na jó, akkor német biztos. Nem. Akkor ennek a következménye valószínű azért késölt, azért egy Tolstónál biztos. Nem. Akkor egy Dostoyevszkinél biztos. Nem. Miért? Mert ehhez kell egy ilyen a mindenséggel mérd magad szemlélet, de annak náluk nincsen hagyománya. Nincs. Nálunk meg nem tudták kiírtani. Tehát újra és újra föléled. Na most jelenleg ez, hogy mondjam, egy frontális támadás megy ez ellen a szemlélet ellen. Tehát egyrészt kiiktatni a tananyagból ezeket, akiket én itt felsoroltam, másrészt pedig agyonnyomni
teljesen értéktelen fércművekkel, amiket először külföldön agyondíjaztatnak. Nem tudom, érthető-e. Nem hülye gyerekekkel állunk szemben, az emberekkel. De nehogy már lebecsüljük őket. Nagyon is tudják, hogy mire megy ki a játék. Akik már több száz éve tervezik és csinálják. Persze, ez megvan, de minden megvan már, mert ezek mind publikált dolgok. Na most a legfontosabb, ami most számukra a legfontosabb, hogy ne foglalkozzunk vele. Tehát minden leporlasztva, ami egyfajta kibontakozás, mert ez nagyon könnyű ám, most már minden közé van téve. Tehát semmi abból, amit én itt elmondok, nem tilos. Valaha ezeket titkosították meg, tilos volt kikényelni. Minden elérhető. Most ott tartunk, ahol a népmesék köréből a kiskakas. Nyilván ismerjük a kiskakas gyémánt félkrajzárját. Tehát ez azt jelenti, hogy most nem tiltják a gyémánt félkrajcát, hanem körülrakják szeméttel. Érthető? Ezeket nevezzük információknak. És az információ bőség az úgy van köréje, ontva, öntve, hogy egyszerűen a legtöbb embernek már kedve sincs keresni, pedig tudhatná még, hogy ott van a gyémánt félkrajcát. Nem keresi. Beéri a szeméttel. És utána erre hivatkozva már a szemétgyártó közli, hogy de hát ez kell a közönségnek. Nem tudom, ismerjük ezt. Hát persze, hogy ez kell, ha te csak sóletbabbal eteted, hát akkor már 2-3 generációt, hogy képzeled, hogy meg tudja különböztetni a francia krémest, meg nem tudom én. Hát akkor már nyilván azt fogja csak kérni. Hát azt az egyet ismeri. Tehát, hogy érthető legyen, ezt nagyon elő kell készíteni, és ráadásul még így is hazudnak, mert nem igaz, hogy a népnek ez kell. Tehát amikor alkalma van tényleg választani, akkor még a mai rendkívül lepusztított szellemiségi szinten még mindig a jót választja. Tehát tessék egyszer úgy megnézni, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy talán 2 évvel ezelőtt volt az mostanihoz képest a legutolsó ilyen repülpálya. Hát döbbenetesen tisztán érzékelte a közönség, hogy mi itt az érték. Nem tudom, értettem, hogy emlékezünk-e. Most ezt én nem tudtam nézni, tehát nem tudom követni. De döbbenetes volt. De olyan gyönyörűen, a legegyszerűbb, legtisztább, szép dolgokat. Egyszerűen kiemelték a szemétből is, felmutatták. Csak azt is kell tudni, mert azért a népmesék azért nagyon sok mindent megtanítanak. Hogy vigyázzunk ezzel, mert ha megtaláljuk a gyémánt félkrajcát, azonnal megjelenik a török császár. Tehát jelenleg a legfontosabb értéket őrizni kell. És méghozzá nagyon kell őrizni. Mert amikor viszont eljön az idő, mert először bizony mi át fogunk menni az elemeknek a próbatételein. Tehát a vízelemén, de azt föl fogjuk tudni használni a tűzelem ellenében. Mert abba is bele fognak tenni bennünket. És utána, amikor a levegő eleme, ugye a darás felhővel, akkor azt már a fenekével kell, mert azt már odarak. És hát bizony csípik őt. Tehát föl kell készülni arra, hogy viszont a teljes, mert ott a teljes tudás van már a rablott kincsek között, és az mind a mi tudásunk, nem az övé. Tehát a népmesékre nagyon kell figyelni, mert összes valódi problémának ott van a gyökere is, meg a megoldása is. Na most ebből próbált a maga korában rendkívül jó érzékkel kiemelni, hát ami akkor a legfontosabbnak tűnt, Mornemisza Péter. És itt értjük meg, hogy miért nem írt önálló, darabot. Miért kellett antik példa? Miért nem modern, az akkori korból vett példát? Mert egyébként még ugyanaz a korszak, hát a komédia Balassi Mennyhát árultatására a saját korából megnevezve a szereplőket. Tehát meg lehetett volna írni, de vigyázzat, mert 3 oka is volt rá, hogy ne ezt tegye. És nagyon-nagyon fontos, hogy azonnal érzékelt. Az első és a legfontosabb. Hát Szofoklésznél nem volt vitatható, hogy itt a 7 bolygórendszer hogyan jelenik meg. És neki ehhez képest kellett a 8-at behozni, úgy, hogy az vitathatatlanul azonosítható legyen. Nem mondhassák, hogy hát persze ez a Merkurnak egy másik alakja. Nem, a Merkur ott van Krizotemiszben. Érthető?
Tehát az, hogy itt mi történt azzal, hogy szekularizálták a világképünket, és betoltak ide mesterségesen egy úgynevezett tudományos világképet, azzal kiszorítva a teljességet, azzal mi történt tulajdonképpen. És azt csak ilyen alapon lehetett, mert Szofoklésznél nem lehetett vitatni. Tehát ott ez teljesen egyértelmű volt. Most ahogy viszont felsorakoztatja a szereplőket, ez az utolsó, most már nem akarok tovább menni, az mindent elárul. Arról, hogy mi most nem rosszul következtettünk, de nem is nem felelőtlenül, tehát nem úgy, hogy hasraütve is van. Tudnék, egészen hát a reformkorig még biztosan, de még később is, olykor, a szereplők felsorolása, ami mindjárt a drámák elején megtörténik, ez csak írott formában történik. Tehát ezt nem mondják be az elején, de az írott szövegben ott van. És ezek nagyon fontos dolgok. Milyen sorrendben sorolják föl őket? Nagyon fontos, eredetileg mindig az ókorban is, tehát a Szofoklésznél és Aiszkürosznál, tehát mindegyiknél, a színre lépés sorrendjében. Ezért van az, hogy néha az ember elcsodálkozik, hát itt fontos szereplő. Hát mindjárt az elején kellett volna, nem. A színre lépés sorrendjében. És ez egy belső struktúrát tesz láthatóvá. Na most ezek rendkívül fontos dolgok. Tehát ezt a Csongor és Tündénél éppen úgy lehetett azonosítani, mint, mit tudom én, a Katona József Bánkbányánál. Tehát ezek nagyon pontosan igazítanak el. Na most Szofoklésznél mi történik? Hát először bejön a nevelő, tehát a nagy jó. Utána bejön Orestész, utána bejön Elektra, nap és a hold, és utána mindjárt a kórus, a kis jó. Tehát itt a két főszereplő, a nagy és a kis jó közé, mindjárt az elején be van tokozva. Látjuk, itt már nem kell félteni őket. Tehát itt ezt már nem lehet elveszteni. Ezt a játszmát nem lehet elveszteni. Tehát a két jó közé, méghozzá indítani a jóval, ebben befoglalni a két főszereplőt, ez azt jelenti, hogy nyertünk. És végig ez a logika folytatódik. Tehát pillanatig nincs kétség, mert meg fogja nyerni. Tehát nem a gyilkos fog meg a gyilkosnak a szeretője fog nyerni, és ráadásul utána jön a közömbös, tehát a Chrysothemis, mint egy elválasztva, és mint egy kuplung átvezetve a következőre, és ott először jön a nagy rossz, és a végén az utolsó a kis rossz. Tehát először Clytemnestra mutatkozik be, és utána Aegisthus. Tehát ne a kis rosszra koncentráljunk, az csak végrehajtó. Nem tudom, értető-e. Tehát itt a nagy rosszal kell foglalkozni. Tehát itt soha ne azzal, aki tényleg kirúg. Ki adta rá az utasítást? És nagyon-nagyon fontos. Mindig megelégszünk azzal, hogy leadták ezt a utasítást. Ki adta le? Hát, nincs hát. Tessék megmondani. Legutóbb egy ilyen a magyar szerves hagyomány, néphagyomány. Ez egy egyetemi, hogy mondjam, nem akarom elárulni most már a részleteket, mert ki tudja, hogy milyen szándékkal hallgatnák. Tehát lényeg az, hogy elindult egy egyetemen. Magyar néphagyomány, vagy a szerves magyar néphagyomány. Eljutott a legutolsó fórumig. Minden kidolgozva, már a tanácsadógárda is, az oktatógárda is, és fölkerült, ahol akkreditálják. Mit tetszik gondolni, akkreditálták, vagy nem? Nem. Három pontban fogalmazták meg a véleményt. Az első, hogy az egészre vonatkozó, teljes az egyetértés. A harmadik, az, hogy a személyi állományra vonatkozó, teljes az egyetértés. És a következő az egészet szétzilálja. Nem tudja az ember, hogy most akkor tudjuk, hogy mi a bajotok? Hát az elején is elfogadtad, a végén is, akkor mi a fene bajotok van vele? Ne legyen szerves magyar műveltség. Nem tudom, értető. Ne legyen szerves magyar műveltség. Egyetemi oktatás. Tűnik ez az óvónő képzéstől az egyetemi oktató képzésig egy folyamatot adna. Nem tudom, értető. De akkor ki fog itt hazudni az ifjúságnak? Nem tudom, értető. Hát elindul egy olyan oktatógárda, hát amelyik most már tényleg az igazságra épít, tényekre épít, és abból, hát azt, ami a jövőnek szól, azt mondja le.
És természetesen a múltat figyelembe véve. De a múltat, a tényleges múltat. Na most tartunk ott, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy igenis visszakérdezünk. Tehát már azt sikerült megtudnia annak, aki az egészet elindította, hogy kik voltak benne ebben. Mert ezt sem szívesen közlik, már kénytelenek voltak közölni. Kettő, a középsőnek a kifejtését, azt meg kell nekik adni, de úgy, hogy kitapossunk belőlük, és az február elejéig meg kell. Na, ott aztán már nincs mese, mert addig tapossuk, amíg szint nem vallanak. És még egy valami volt, valamit még kell, de mindegy. Szóval a lényeg az, eljött az idő, hogy bizony vissza kell kérdezni. Tehát nem lehet azt mondani, mert minden grémiumban megy, tudjuk, mit jelent az. Tehát nincs felelősség. Tessék megmondani, ja tudom, mi volt a harmadik. Hogy alá kellett írniuk, ez egy bizalmas közlés az egyik ilyen zsűri tag részéről, nekik alá kellett írni, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 ilyen nyilatkozatot, hogy titkosítják az ott. De mondtam, addig nem szűnünk meg, amíg nem teszik nyilvánossá. Hogy képzelik ezt, hogy a gyermekeink jövőjére vonatkozóan titkosítják a döntést? Nem tudom, érthető. Na de meg hagyjuk, meg síránkozunk a fenét. Tehát most innentől kezdve nem. És most már tényleg ennek eljött az ideje. Nem mindennek jött az ideje, ennek eljött az ideje. Mert ha itt most hagyjuk, hát akkor itt de 3 generációra legalább tönkretesznek. És teljesen elszántak. Tehát ne felejtsük el, kész van, forgatókönyv van már arra, hogy mit adnak magyar szerves műveltség helyett. Megvan. Teljesen pontosan megvan. Nem nehéz egyébként kitalálni, csak én nem akarom itt most ismertetni. Tehát a Bornemisza Péternek a szereposztását végig mondom és befejeztük, jó? Mert itt igazolódik vissza az összes eddigi feltételezésünk. Ugyanis mit csinál Bornemisza? Hát azt várnánk, hogy nála is megjelenik először a nevelő. Nem. Hát azt már tudjuk, hogy a nevelő a legvégén jelenik meg. Hanem ki jelenik meg? Aegisztos. Tehát a kis rosszal kezd. Utána azonnal Parazitus jelenik meg, és utána Klytaimnestra, a nagy rossz. Tehát a föld a kis rossz és a nagy rossz közé beékelve. Mint egy védő, óvó. Tehát ott, ahol korábban a két jótól volt körülvéve a két főszereplő, ott most az egyénként megjelenített föld, a parazita, parazitává minősített föld, az a két rossz közé. Na most jelenleg ebben élünk, ha nem vennék észre. Na most ezt valaki így, most erre mondják, hogy ez utánzat, hogy ez fordítás. Miből te szerencsétlen? Hát ez pont az ellenkezője. Hát ott utolsónak jelent meg Aegisztus, itt elsőnek. Ott először jelent meg a nagy jó, itt utoljára jelenik. Nem tudom, érthető. Hol fordítás ez? Egészen más szövegekkel. Na most utána következik, tehát ezutána, mert itt nincs középütt kettő, itt csak egy van, a Parazitus. Azt veszi körül a két, a kicsi meg a nagy rossz. Utána jön a közömbös, és itt megint egy nagyon fontos tanulság. Itt nem csak Krizotemis jelenik meg, hanem Elektra is. Ez mit jelent? Nincs szükség a síránkozásra. Nem tudom, érthető. Semmit nem visz előre. Közömbös. A legjobb esetben közömbös. De néha még pont az ellenségnek használ. De szó se lehet róla. És utána jelenik meg csak a kis jó. Pillanat. Igen. Utána jelenik meg a Orestész, tehát maga a nap, és lezárja a sort, a nagy jó. Tehát ott Elektra nem kerül be a kis jó és a nagy jó közé. Itt a naphősnek megnövekedett a szerepe, mert a síránkozást nem lehet a jövő építésben felhasználni. De olyan döbbenetesen szépen meg, és a közömbösséget sem. A langyosokat kiköpi az Isten. Ugye ez Babicsnak a szövege, de tökéletesen ide illik. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a Krizotemis féle egy kicsit ide is jó, vagy egy kicsit ide is jó, nem lehet. Tehát ha azt akarom, hogy a jó megvalósuljon, akkor itt most bizony a napnak. És a nap, ne felejtsük el, nem szakrális uralkodó,
az a nagy jó, az a Jupiter. Na de az fejezi be, az teszi a végére a pontot, az ismerteti a múltat is, tehát összegezi a tanúságokat is, figyelmeztet a múltbeli dolgokra is. Tehát ő vele zárul. Na most akkor érdemes volt asztrálmitoszi keretekben értelmezni, vagy nem? Tehát az egésznek a felépítése is, meg az, hogy mekkora fordulat volt. Hát most van még egy összehasonlítási lehetőség, de én nem gyötröm tovább a társadalmat, azt hiszem követni lehetett eddig, nagyjából legalábbis, és látom a fáradtság jeleit kiülni az arcokra, úgyhogy mielőtt megköveznének, megköszönöm a szíves figyelmet és türelmet, akkor ezzel most be is fejeztük.